6 óra múlt, 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek otthon, Magyarországon is, itt Dél-Afrikában is. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Sziasztok! Jó reggel! Meghaltatok már? Most mi van? Én nem tudom. Nem. Jó? Ja, csak azért tisztázzuk. Hát, ha ez a mennyország, akkor tegnap már hívtak. Miért nem tértem meg? Jó, gyerekek, jó ez a szállodából átsétálás a stúdióba, de a nagy hibája, hogy az ember nem ébred fel. Szóval, hogy otthon vezetsz, autóba ülsz, lezuhanyzol, készülődsz hosszú ideig. Vissza akarom kapni az 50-es villamost. Figyelsz, hogy a gyerek fogod szeretni. Ne ébredjen fel, azért vezetnem kell egy 20 percet, zenét hallgatok, de ez az átcsoszogás egyik szavá másik, mint egy alvajáró, úgy átjöttem, konkrétan leültem és csukott szemmel vezetek műsort. Úgyhogy megvagyunk egyébként, nem sokon múlt, hogy tegnap ne legyen adás, nagyon nagy kaland volt ez az egész, ami tegnap történt. Úgyhogy igen, hát voltak érdekes pillanatok, amikor is úgy tűnt, hogy ki kell üríteni a tábort is, de nem kellett, úgyhogy nem fordult meg a szélirány, minket evakuáltak úgy, ahogy van, éppen Jani nyomta a fetasajt magával, én meg egy szál paradicsommal rohangáltam, amikor mondták, hogy na jó, kettő percünk van most elmenni. Azonnal mindenki takarodjon el a kéteringből. Mindenki takarodjon. Jön az erdőtűz. Jön az erdőtűz. De Jani még összeszedett salátára. Hát fél nem bockodunk. Feri, érted? A fehérjére és a szénhidrátra egy fejlődő szervezetnek szüksége van. Nem vacakoltunk ott, érted? Felmartunk a kajánkat, és aztán mentünk. Igen, én még vissza akartam menni egy sajtortáért, de már elfogyott, mert még mindenki rámart. Mondták, hogy 2 percünk van eltűnni, ugyanis ha megfordul a szél, akkor nem csak a tűzzel van itt a baj, amit még egyébként nem tudtunk, és láttuk, hogy ég az erdő, mert elég nagy füst volt, meg nagyon jó képeket csináltunk, hanem a füsttel. Ugyanis olyan, mintha holdfogyatkozás, vagy nem is holdfogyatkozás, mint a napfogyatkozás lenne, így vörös színű lesz az ég, ugye a füsttől, és elkezdesz így ilyen meleg, ilyen száraz levegőt érezni a torkodba, és elkezd elfogyni a levegő. Tehát, hogy nem is azért evakuálnak, mert a tűz effektíve egészen biztos, hogy odaér, hanem mert, hogy olyan füst borítja be egy pillanat alatt a környéket, hogy az orrodig nem látsz. És nem kapsz levegőt. És nem kapsz levegőt. Aha. És mondták, hogy jó, akkor kipakolás az irodából, kipakolás a catering részről, ezek ugye ilyen különböző helyszíneken vannak, nagy sátrak, a meleg ellen, meg nem tudom, aggregátorokat mentették azonnal, pakoltak föl az ivóvizet a kocsira, mindenkinek kiabáltak, hogy ki a kocsik, álljunk ki a busszal, mindenki hagyja el a tábort, hihetetlen nagyon az kemény egész. Volt. Megjelentek az önkéntes tűzoltók, mert itt van egy ilyen egység is, egy önkéntes tűzoltó egység, aki bármikor, amikor hasonló probléma van, akkor rögtön megjelennek teljes vértezetben, és ilyen kis pikápok, és mindegyik pikápnak a tetején egy ilyen esőztetős, ilyen locsolós, ilyen oltórendszer, meg hatalmas víztartályok, és ezek elkezdtek össze-vissza jobbról balról cikázni, A-ból mentek B-be, B-ből A-ba, össze-vissza. Ez nyilván úgy tűnt, mint össze-vissza lett volna, de valójában gondolom, hogy gondoljuk, hogy körbe akarták ezt a lángoló területet így ölelni, és folyamatosan oltani. Hirtelen helikopterek, tehát, hogy ahogy Balázs is mondta, az égen megjelent egy helikopter, két helikopter, egy repülőgép, ami valószínűleg a tűznek az epicentrumát csekkolta. Hirtelen ott álltunk, és egy ilyen kicsit apokalipszis a mosdoba. Közben kiabálnak. A Tűzhányó című filmök keveredett egy vietnámi akciófilmet. Tehát ez egész ilyen nagyon-nagyon durva volt. És hát azt Balázs nem mondta talán, hogy leginkább az volt itt a probléma, hogy eukaliptuszfák voltak a közelben, ez egy ilyen betelepített erdő, viszont az eukaliptusznak van egy olyan jellegzetessége, hogy ilyen nagyon alajos, nagyon gyantás, és abban a pillanatban, ahogy valami kis tűz van körülötte, az mint hopp, így, mint egy öngyújtó gyújtaná meg, szinte robban. Azt is megtanultuk, hogy ha fehér a füst, az jó, mert így akkor van, már elaltották a tűzöt, és megválasztották az új pápát. Igen. Ha fekete, akkor viszont ég. És mi láttunk fehér füstöt, és azt hittük, hogy eloltották, így és van. 3 percre korom fekete füst. És láttuk a lángokat is, és mondom, ez nem néz ki túl, szerintem újra ég az erdő. Menjünk enni, tudod, a stát. Így van, hogy ég, menjünk. Mondom, főleg, hogy a fehér füst egyébként a gulyáságyú irányából jött. Igen. Szerintem mondom, újra ég az erdő, de meg fekete a füst, együnk valamit, jó, és 2 perc múlva. És olyan füst, és olyan fények, hogy mondom, a napot úgy tudtad fotózni, hogy bele szépen fölemelt a fényképezőket, és belefotóztál a napba, mert brutális, és geniális, az egész ilyen narancssárga fényben úszott. Aztán jöttek oltari helikopterről, nem tudom, azok honnan hozzák a vizet, valószínűleg az erdő közepén építettek egy víztározót, amit mi ugye nem látunk.
És akkor abban a pillanatban úgy volt, hogy, hogy mindenkinek menni kell. Tehát a lenti tábort is ürítik, ugyanis ugye mi lent egy völgyben vagyunk, és oda beszakad a füst, ami egyébként később meg is állt, mert amikor este mentünk vissza, akkor olyan részeken mentünk át, hogy konkrétan be kellett csukni az ablakot, annyira füst volt bent a kocsiban is, meg annyira kapar. És akkor azt mondták, hogy na most mindenki. Így van. Tehát most jött el az a pont, hogy mindenki jön. Go home. Igen. És akkor mondtuk, hogy nem, mi túl messze lakunk ez, de go, szálloda. Igen. Na, mind a ketten átváltoztunk egyébként a magunk módján, mert Balázs hirtelen átvevet lett egy ilyen haditudósítóvá, tudod, a hírek szerelmese, rögtön A-ból B-be ő is össze-vissza rohangált, embereket kérdezett, fotózott, stb. Én meg észrevettem, ugye, hogy a catering sátorban sokkal kevesebben vannak, mint amennyien szoktak egyébként. Sokkal hamarabb tudok hozzájutni az ebédemhez, gyorsan én oda rohantam. Mind a ketten elkezdtük tenni a dolgunkat. Igen. Úgyhogy én csináltam egy-két jó képet, Janiról megcsináltam szerintem életem képét egyébként, úgyhogy nem sokára majd föltesszük az Instagramra, meg a tűzről a Facebookra is természetesen csomó képünk van. Úgyhogy ezeket majd fel tudjuk tenni. Nagyon izgalmas egy ilyet átélni egyébként. És ugye mivel az összes autót kivezényelték, amivel minket ugye transportálnak ide-oda, ott közben az angolok próbáltak eluralkodni a káoszon, és a sofőröknek meg elmondani, hogy hogy parkoljanak, mert ugye ott, ahogy kijössz a táborról, már betonút van. Oda nem tudsz rálni, mert megy a forgalom, viszont az összes autót ki kellett hozni, tehát lelogisztikáztak ott, hogy a 25 autót egyből, hogy ki hogy álljon, hogy forogjon, hogy mindenki kiférjen a táborról, hogy az egyik autó se égjen bent. Valószínűleg van tapasztalat, mi az látszott? Van, nagyon hát profil. Hát nektek új volt, hála Istennek, de nekik már ez egy ilyen rutin. Hihetetlen profil levezényelték az egészet, és akkor láttuk, hogy oltják, küzdenek vele, nem tudják eloltani, és mondtuk, jó, akkor mi visszajönjünk a szállodába. Aztán kaptuk a híreket, hogy ne menjünk ki, valószínű elmarad egy csomó minden, sőt lehet, hogy az adás is, mert hogy nem tudják megállítani a tüzet, és mi nem tudunk visszajutni a táborba. Ráadásul elfogyott a sajtorta is. Ez a nagyobb baj. Itt még volt bent. Elfogyott a sajtorta, maradjunk a szállodában, mert hiába indulunk el, nem tudunk visszajutni. Jó, akkor lesz adás, nem lesz adás. Össze tudják-e rakni lent közben, ugye dolgoztak folyamatosan, mert ők tudták, hogy tűz van a fejünk fölött, ők beszorultak a benti táborban, nem tudtak kijönni. Nem volt kajájuk, de nagyon érdekes a helyzet, elvágtak minket a benti stábtól, őket pedig attól, hogy kijöjjenek, tehát ők leragadtak a völgyben. Mondták, hogy ti most itt maradtok, mert fölöttetek van a tűz. És ha most oda bemegy a tűz, akkor hello az egész brigádnak? Nem, akkor vannak különböző kíván. Evakuálási pontok, tehát hogy senki nem volt veszélyben, akkor felállítottak egy olyan útvonal tervet, hogyha a füst elkezd beszakadni, mert a tűz azért az messze volt a lenti tábortól. Tehát azért ahhoz nagyon sokat kellett menni. A füst ugye az érdekes, amit mi sem értettünk, hogy miért, mi ez az óriási dolog tényleg itt. Hát azért messze van a völgy, ahhoz képest a tűz volt, és mondták, hogy itt nem a tűz, sokkal inkább a füst, és akkor a dom másik oldalán vitték volna ki a komplett lenti tábort, akiket evakuálnak. Úgyhogy kész terv volt, hogy ki megy, merre megy, hogy viszik őket, hogy szedik össze a celebeket. Tehát milyen nagyon profin csinálták. Azt mindenképpen mondjuk el, hogy hihetetlen gyorsasággal terjedt a tűz, mert nem csak füstöt láttunk, hanem amikor fölfelé mentünk például egy kaptaton, az erdő szélén, és természetesen Balázs rögtön megkérte a sofőrt, hogy stop, fotóznom kell, action! Érted? Az erdőnek a széle ott konkrétan lángolt. Igen. Ott az volt a szerencse, hogy volt egy írtás, tehát ahol már az erdőnek a nagy részét így írtották, hogy a mezőgazdasági termelés folyik itt ezeknek a szélén, és ott konkrétan lángolt az erdő, és az a durva, hogy ugye egyébként tök nagy forróság van, és meg napfény, meg hőség, meg stb. Elviekben nem is annyira látod, ugye, hogyha kisebb lángok vannak, nem kisebb lángok. Igen, én mondtam ezt az egyik kapcsolatban, szerintem a téged is. Gyere, menjünk. Jó, de ő témaérzékeny volt. Jó, mert menjünk enni. Na mindegy, mire felállították az útvonaltervet, akkor hogy jutunk vissza a táborba? Visszajutottunk, ilyen füstös helyeken mentünk át, tényleg nagyon dura volt, tehát megérkeztél a felső részhez, amit ugye elzártak, azt meg kellett kerülni, és olyan, mint ilyen ködbe mentél volna, mert hogy ott nem megy el a füst csak úgy hirtelen, tehát nem fölfelé, ez beborítja az egész részt. Aztán lejutottunk a táborba, ők lent kérdezték, hogy mi van fönt, ugye, mert hogy ők kapták a híreket, de nem tudtak kijönni. Aztán éjszaka már megoldódott a kibejárkálás, ugye éjszaka már mindenki a normális útvonalon akkor tudott már nem volt gond. Ha akkor érkezett volna valaki a tábor, és érzi a füstszagot, az csak arra gyanakodhatott volna, hogy este valami barbecue lesz. Igen. És aztán visszafele a szálloda mellett itt láttunk egy akkora erdőtüzet, ami sokkal nagyobb volt, mint amit kint láttunk. Itt nálatok. De érezni lehetett éjszaka, olyan füstszag volt itt tényleg? A parkolóba, igen, mert befújt a városba. És itt a város mellett, mint tudom, 1 kilométerre, ilyen háromszor akkora területen újra égett egyébként az erdő, és pont jött be a városba a füst. Tehát mi éjszaka kiszálltunk a buszból, itt a szállod előtt olyan füstszag volt, és konkrétan, igen, nem éreztétek? Nem, semmi. Melyik RTL-es operatőr dohányzik egyébként? Tehát, hogy ezen az útvonalon ég minden, ahol ti jártok. Brutális tűz volt még. Egyébként este brutális tűz volt. Nem állítjuk,
hogy ti voltatok. Csak de... van egy olyan pletyka, ez nyilván pletyka, tehát úgy is kell kezelni, abszolút nem tényszerű dolog, hogy állítólag itt az önkéntes tűzoltókat az alapján fizetik, hogy mikor végeznek munkát. Ja, és akkor egyszer csak így csinálsz valamit is. Igen, akciót, eloltod és hurrá. Bizonyám, hogy így gyújtogatások is vannak, igen, tehát vagy tényleg a fa gyullad meg, vagy a szemét gyullad meg, mert annyi szemét van, hogy egyszerűen, amit eldobálnak meg, kihordanak oda a nyomornegyedekről, hogy ez ugye effektív a nagyító hatás miatt, azt konkrétan elmondták, hogy az úgy, az üvegpár meggyújtja azonnal a zavart, meg ugye a fém hulladék is nagyon durva dolgokat tud csinálni, mert hogy ugye ott van ez az a kifolyt olaj, és erre picit rátűz a nap egy fémre, az fölmelegszik, abban a pillanatban füst lesz, és egy perc alatt, tehát iszonyatosan ég. Vagy pedig, hogy olyan is mondja, igen, az önkéntes tűzoltók, akik, ha nem, nincs tűz, éjjel akkor csinálnak. Így van, konkrétan éjjel hallnak, az van, jó, gyere Józsi, hát nem önkéntesek vagyunk, nem, jó, ne szóljanak, külön gyűjtsük fel az erdőt, gyere. Igen, gyere Babutu. Majd mi önkéntesen felgyújt. Zuntaga, meg Babutu, Babutu Zuntaga, meg... Csiholja a fire. És, kimenek, és konkrétan rágyújtják az erdőt. Ők nagyon jól keresnek ezzel. És akkor utána vagy sikerül eloltani, vagy nem sikerül eloltani. De nagyon jó, hogy látod, hogy jön a gép, ami először felméri, hogy mekkora a tűz, utána irányítják a helikoptert, egy vitorlás repülő köröz, körbe-körbe. Nem, az a motoros volt, csak valamelyik hozzáértő szerkesztő lát, motoros vitorlás repülő. Nem, mert a meleg levegő tudott fölfelé szállni. Igen, csak akkor pont a fűsnek a tetején szállhatott volna egyébként a vitorlázó repülőt, nem küldenek be egy lángoló erdő fölé. Ez nekem is fura volt, csak nagyon meggyőzően mondta. Igen, na mindig láttunk. Motorost is. Nem, be a Besenyei családhoz tartozott. Igen, helikopter, szóval nagyon-nagyon profin csinálják. Azon kívül, hogy marhára érdekes, meg izgalmas a dolog. Igen, leginkább izgi. Amikor ott vagy benne, akkor belőled előjött a tudósító, te megettél, hogy egy percig nem féltetek? Mert semmi. Azért ez, tényleg? Nem, én se hát, egyáltalán. Figyelj, azért ez, az veszély. Hát ott, az ottani, ahol látszódott is. Igen, hogy ez nem vicces. De szerintem ők jobban meg voltak kérdve, mert ők tudták, hogy ez mi. Mi azt gondoltuk, hogy ég az erdő, de jó, nagyon menjünk. Menjünk együtt még valamit. Én még vissza akartam menni egy fél literes ásványízes palackért, mert láttam, hogy... De oltáshoz. Végre nem kell sorbálni a vízért, mondom, odaszadok és leöntöm magam, tudod, láttam egy filmben, hogyha vizes vagy, akkor rendszerben gyúl, azt mondom, hogy visszamegyek a kéterünkbe, így szom valamit. És mondták, hogy felejtsem, mert dehogy megyek vissza. De úgyhogy 10 méterre voltam már onnan, és már mindent pakoltak ki, onnan visszajöttek. Hát de mindenki, tehát szóval ők... a saját habitusának, érdeklődési körének megfelelően reagált az eseményekre. Hát Balázs, mondom úgy, hogy megpróbálta rögtön kihozni az iPhone-jából a maxot, tehát meg akarta csinálni azokat a képeket, amikre aztán később nagyon büszke tud le, és szerintem sikerült is neki. Hát én meg ugye láttam, hogy milyen jó színe lesz hirtelen mindenkinek, mert hogy eltakarta a füstfelhő a napot, és egy kicsit ilyen bronzos lett, és akkor javasoltam, hogy akkor vegyük le a ruhánkat. De hogy teljes testben pompázhasson mindenki ebben a fantasztikus színben. Na mindegy, és hogy jó kaland volt. Jó kaland, a gyerekek, viszont megvan a rohadmányos béka. Meg lefotóztam, feldolgoztam, megcsináltam, úgyhogy meg akarom mutatni, aztán majd kitalálok rá valamit, megcsináltam. Sikerült. Igen, tudom, már legalább tudom, hogy néz ki. Azt mondta, hogy egy hete mindenki a békát vadásza, hogy lefotózza, ebben is te vagy az első. Jó. Békafotózásban. Figyelj, na, muszáj, haditudósító vagyok ezt, és majd feltesszük a Facebookra, mindjárt magamhoz térek, és meg tudok nyomni két összefüggő billentyűt egymás után, hogy át tudjam küldeni a képeket. Figyelj, ez a béka, ez konkrétan kicsi. Igen. Én azt hittem, hogy ilyen rohadt nagy varangyok ülnek, undormányos, bosszantó képet, felfújják magukat, és úgy pufognak, hogy adják ezt a szörnyű hangot, amivel a halálba kergetnek. De nem, ez még a 3 centi. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan fog kilapulni, amikor egy ilyen másfél kilós követ a nyakába, a nyakába vesz majd. Mindenki sem annál nagyobb hangja van. Ez egy ekkora béka. Mm-hmm. Ott ül, szemtelenül, egészen meg tudod közelíteni. Nem, ekkora látszik ki belőle. Lehet, hogy a víz alatt itt, érted? Tehát, hogy ugye, gondoljuk, itt amikor elsüllyeztek. Egyébként jövök ki a szállodából, azt látom, hogy Balázs dermedten, de akkor már szerintem 5 perce áll a tó fölött. Az ő karmájuk összefonódott már. Az biztos. Közel mondom, mi csinálhat a főnök? Hátra szólt a stábja, nem indulunk még. Mindenki mondta, hogy menjünk. Menni kéne, tudod. Ez figyelj, és megvan a fotó. Ez egy harc, egy háború. Az, mondom, meg vagy te rohadék, meg vagy. Mondom, legalább lefotoznak, hogy meg tudjanak mutatni a hallgatóknak, hogy miattad nem alszom, meg miattad kellek 5 óra, akkor itt kvartyogsz az ablakom alatt. Úgyhogy legalább tudom, hol van. Igen. Ma megyek és újra megkeresem, de most már lesz velem egy kis segítőtárs, és ami megnehezíti majd a kvartyogást. Én tegnap este még találkoztam Balázsral, még bezárás előtt itt a közelő bevásárlóközpontban, ahol Airsoft fegyvereket is árulnak. Onnan jött ki éppen nagyon csalódott arc, amikor kiderült, hogy nem élesek a fegyverek. Ez egy háború, egy harc, amit meg kell vívniuk egymás ellen. Igen. Úgyhogy mondom én, ami drága Facebookozóinknak, hogy küldünk majd, meg lesznek képek, tényleg, mert tényleg klasszakat csináltunk a tűzről is, meg mindenről. Csak várjatok még picit, mert egyrészt meg kell nyomni magamon egy gombot, ami
kb. 5 másodpercnél tovább nyitva tartja a szemem. Kettő, a béka is megvan. A béka is megvan, úgyhogy le lehet aljaskodni. Ha valaki elküldi nekünk, hogy ez milyen béka, annak én egyébként örülnék, mert hogy a telefonom egyetlen... Így elmondás alapján. Így elmondás alapján kicsi barna. Jó? Há, igen, köszönjük szépen. Jó? Milyen? Bodzoli. Már följük a Bodzoli. Hogy... igen, szóval, hogy nem enged nekem googlizni, nem a telefonom valamiért. Ezek az ilyen reklámmal ellátott, nem tudom, milyen oldalakat itt Dél-Afrikában egy kicsit nehezebb megnyitni. Úgyhogy majd feltesszük a Facebookra ezt a kis békácskát. Ma egyébként meg kell, hogy mondjam, kifejezetten csendes volt. Tehát most vagy érzi, reggel, hogy bajban igen. van, nem, vagy a, igen. Vagy felszívja magát. Vagy felszívja magát, és este az utolsó nagy összecsapásra készül, egészen csendes volt. Uh-huh. Szóval, hogy most nem szólt reggelet. Füstmérgezést kapott ő is, vagy eltávolították, vagy... Már készülnek, mert most már lassan jön a hétvége, és menyegzőt fognak ülni, mert hogy a béka király fia és a lánya most összekelnek, vagy egybe kelnek, és akkor gondolom este lesz valami nagyobb buli a hétvégén, úgyhogy szerintem készüljél mindenki. 10-ig van egyébként a koncert, 10-kor leállnak. Uh-huh. Tehát amikor ti jöttök, akkor az már semmi. Uh-huh. Nem az az imány. A csendháborúit is rendeltem a Zsüllel nektek, hogy 10-kor. Tudom, az nagyon kemény, nagyon kemények. Nem állnak le, csak megindulnak fölfelé a csatornán, hogy megpróbálják elérni Balázs ablakát. Várj, a putyogot vagy a kerregőt fotóztad? Nem lehet a putyogot. Figyelj, és ezt délután csinálja, amikor kéne aludni egy órát. Így van. Ma biztos, hogy megölöm. Ja, tényleg, mert a putyogás a béka, a kerregés, ez pedig a Balázs fogainak a csikorgatás. Igen. Na jól van. Oké, drága hallgatók, írjatok nekünk SMS-t, ha szeretnétek velünk játszani. Jó? Azt olvasom, hogy Győr derülték szikrázó holtsütés. Na, ez egészen jól szól így fél hétkor. Egészen pontosan. Egyébként tudom, hogy már ígérem egy ideje, de hát ti sokkal jobban tudjátok, hiszen ti vagytok otthon, de tényleg jön a meleg és jó idő lesz. Most azt látom, hogy Budapest 11 fok, ami nyilván országszerte egy kicsit jobban változik, de hogy péntek, szombat, vasárnap, hétfőig még csak felhőt se jelez az okos telefon, csak és kizárólag szikrázó napsütést, 23-24 fokot. Úgyhogy gyönyörű idő lesz. Otthon, mindenhol. Jó, és hogy akik egyébként nézték a tegnapi műsort, mert aki tévét nézett, minket nézett, azok majd meséljék el a másik csatornának a nézőinek, jó, hogy mi történt egyébként itt a közelben, mármint a katasztrofát természetesen. Ja, mert tudniuk kell róla, nagyon fontos nekünk, hogy az ország teljes közvéleményét értesítsük erről a dologról, és tájékoztassuk, és volt ez a 10%, ami nem nézik. Fél hét múlt pontosan 2 percen. Óben bácsival, Beru nénivel játszunk, lehet jelentkezni, ahelyett inkább fekete-fehér, igen, nemet, úgyhogy inkább arra jelentkezzetek, jó? SMS-ben várunk közlekedési híreket, és mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Hamarosan folytatunk. Money Show! Ibilawa! Lafika! Tatisere! És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Ez volt? Mi nem halljuk. Na. Ma hallom a Janit egyébként, hogy ahogy kopog. A Janit én is. Ja, ez hát nem, ő itt ez velünk. Most már hallom. Valami betszól. Valami betszól, így van. Itt vagyunk, drága hallgatók, 9 perc, pontosan 7 óra, hello mindenki. Jó reggelt kívánunk! Azt mondja, hogy nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mert vannak már korán kelő hallgatóink, akik írtak nekünk, és ezt köszönjük. M6 a Szekszárd-Pécs között hatalmas köd. Látótávolság pár méter. Budakeszi út jól emészhető közlekedéssel hozzáadott térfigyelők nélkül. Ezt István küldte nekünk, baleset történt a Liget soron, a 17. kerületben, a vasúti átjáróban, a Pékség mellett, tűzcsap kiütve. Atyaisten, az se lehetett kicsi. És M3 a 142-es kilométernél rendőrautóból trafi szemből a leállósából, ez 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen, nekünk pedig itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok, Zoli vagyok. Még meg se szólaltam, és már kinevettek. Látod? Ne haragudj. Milyen bocsánat. Ez nagyon jó. Igen, Dunakesziről látom. Igen, Dunakesziről. Éppen itt állok. Azt mondta Anna, tessék félreállni. Látod, milyen lelkiismeretes az Anna? Tessék félreállni. Így van. Igen, vigyázz a jogosítványomra. Igen. Kivel szeretné játszani? Igazándiból arra gondoltam, hogy a Feri még a héten nem volt. Megpróbálom. De tündér vagy. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó.
Hogy haragudnék? Már vártam. Dehogy haragszik. Indítjuk is az órát, jó? Jó. Jani? 3, 2, 1, fire! Minden reggel Dunakesziről mész? Természetesen előfordul, hogy innen kell indulnom. Ott laksz, ugye? Lakok itt is, lakom máshol is. Hol máshol? Budapesten? Budapesten vagy oda jársz be dolgozni? Budapestre járok be dolgozni. Budapest kimaradt az életemből. Én egy ilyen vidéki gyerek vagyok, ha ezt lehet vidéknek nevezni. Én is. Tudtad, hogy én is? Persze, hogy tudtam. De már ide. Nem vidéki. De kár érte! De kár érte! Mondjuk, nem volt egy acélos játék eddig se, Zoli. Igen, Zoli nagyon dolgozott azon. Igen, célpolteri. Yes! Polteri. Nem teri volt. Mi voltunk szépen, 3-1 ember. Meghoztuk, megcsináltuk a hetet. Itt is vagyunk, meg is jöttünk. Saját dugában. Igen. Igen. Zolikám, nincs sajnos ajándékcsomag, de ügyesen kerülgetted az elején, szerintem egy picit elfáradtál itt a nagy koncentrálásban, és ezért bele szaladtál egy nembe. Teljesen. Drága feleségemnek szerettem volna az ajándékcsomagot, biztosan hallgat, és nézd meg, addig be sem ment az óvodába, szerintem, amíg én most vonalba vagyok. Üdvözöljük, mondd meg neki. Jó, az ajándékcsomag helyett üdvözöljük. Hát, köszönjük. És nagyon szereted. Igen. Köszi a játékot, ciao. Ciao, ciao. Hello. A Réccel akkor a vasúti átjáró feloldva, az M3-as bevezető a Szerencs utcáig ismét kezd beállni, utána a BVSC haladósabb, Bandi, aki szép küldte nekünk, ezzel pedig gyerekek megcsináltuk a hetet. Dél-Afrika-Magyarország 3-1. Dél-Afrika-Magyarország 3-1, 5 perc múlva pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. Egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawonyi, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, szevasztok, hát, jó reggelt kívánom mindenkinek, hello, kopogját a szomszédba, Jani már szerintem várják. Gábor! Stáptom. Tényleg? Aha. Ja, rakoncol a kicsit? Aha, igen. Ja, én azt hittem tényleg. Persze, nem érdekes, hát érted, akkor szolidaritásból épp kellett. Nekem már ez ilyen, nem tudom, milyen, nem is tudom, kabalává vált, hogy reggel fölébresztjük dél-afrikai lakótársainkat itt a szomszédban, akik nem tudják, hogy mi történik ebben a szobában, de az egyik vágósrác lakik, úgyhogy őt ne kell stőlő had. Picit csalódott volt, hiszen csak hajnali 3-ig vágott. Igen, had aludjon. Azt hittem, hogy dél-afrikai barátainkat keltegeted. Na, itt vagyunk, elkezdjük a ma reggelt, nagyon sok érdekes témával készültünk olyannyira, hogy 8 óra után érkezik többek között a mi Gáborunk, ugye gyerekek, hát egy baromira hiányzik. Régen beszéltünk vele, múlt héten ilyenkor best of volt, hiszen mi már éppen úton voltunk, de ezen a héten jön, itt van Mr. Puliszka, megdögönyözzük Skype-on keresztül, oda bújunk mellé virtuálisan, és kicsit beszélgetünk vele. Már rég volt, 2 hete volt fura, Gábor, fura bizarr kapcsolatotokban minket nem vonja a Ferivel létszét, dögönyöz csak te, jó? És 2 hete látod, hogy magadhoz kellett volna ölelni, most hónapokig nem teheted ezt hónapokig, meg. Hónapokig volt, tehát legalábbis 2 hónapig nem öleltem magamhoz, de lesz Gábor 8 óra után. Úgyhogy ő is érkezik, ha minden igaz. Internet kapcsolatunk kiváló, Skype-on látjuk. Szerintem Gábor profi Skype-os. Aha, biztos, nagyon szerintem. Hát, ha valaki tud, a Skype-val bánni a kásámat, és aztán Skype-olok egyet. Igen, némi pirított mandulával ízesíti a kis polentáját, nem tudom, hogy eszik hozzá, tízdek a fényt. Igen, jó lesz, úgyhogy érkezik hozzánk. Na, de nézzük mindenek előtt a közlekedési híreket, hogy állunk, hogy indul a reggel, mi a helyzet a nagyvárosokban, a fővároson, az autópályákon, mindenre kíváncsiak vagyunk, ami Magyarországon történik. Azt mondja, hogy Bábolnán a régi temetőnél járok. Ez jó. Köszönjük szépen. Jó, ez fontos. Épp kérdezni akartam. Hogy merre vagy, ugye? De meg nem kell már megkérdeznünk, igen. Réccel akkor a vasúti átjáró feloldva, köszönjük szépen, ez fontos. Az M3-as bevezető a Szerencs utcáig ismét kezd beállni, utána már egészen jól lehet haladni, a BVSC az már tök jó. Bandi, aki szép, küldte ezt nekünk. Van trafink többi is, az M6-oson mérnek, a 47-es kilométernél Pest felé, az Üllői úton majd nem az Európark mellett motoros koccant autóssal.
Ja, bocsánat, azért olvastam, így csak külön írta nekem a hallgató. Igen, bocsánat, ezt én néztem el, de hogy nem írta egybe, én meg megyek utánatok. Amit írtok, azt olvasom, de akkor olvasom egybe. Annak ellenére, hogy Gábor külön írta, de nem baj. Üli úton majdnem az Európark mellett motoros koccant autóssal lesz. Szerintem Gábor is így akarta. Baleset történt a Liget soron, a 17. kerületben, a vasúti átjáróban, a Pékség mellett, tűzcsap kiütve. Bauni M6 Szekszár Pécs között hatalmas körlátótávolság, pár méter, és a Budakeszi út egészen jól emészthető, ezt pedig István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hallottam Ákostól, hogy hétvégére kicsit elromlik az idő. Lehet, ezt nyilván ő jobban tudja, hiszen ő van otthon. Én, amit látok, hogy országszerte szikrázó napsütés jelen pillanatban indián nyár, aztán lehet, hogy tényleg beesik valami hétvégére. 85-ös főút Farát Trafi, ezt pedig Orsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Anna, hello! Hát, jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Na mi van, 10 előtt szoktál jönni néhány perccel, most meg beültél? Hiányzunk? Vagy igen, nagyon hiányoztok, meg szeretném tudni, mi van ott előtted, mit reggeliztek? Kérlek szépen, csináltam magamnak egy brutálisan rossz teljes kávét, ezt ők úgy csinálják, hogy 75% vízízű fekete kávé, amit fölöntenek valami 0,3%-os zsírmentes tejjel, némi édesítővel. Jani szerintem zabot készít. Így van, én tegnap bevásároltam, és egy egység csomókra bontott, meglehetősen olcsó, de remélem, hogy annál jobb ízű. Biztos marha jó. Kis instant zab csomagocskákat vásároltam magamnak, több ízesítésben, gyakorlatilag mindegyik egy-egy adagnak számít. Természetesen a zabzabálás magyarországi, illetve most már dél-afrikai pápájának a figyelmét is felhívtam arra, hogy vannak ilyen termékek a helyi hipermarketben, és ő is fog vásárolni magának. Azért ezt majd a Gábornak elküldeném, az instant zabot. Igen. Strawberry ízesítéssel, hogy ebben mi van. Érdekes az abolcskák, igen. Meg croissant van előttük, lementünk így a reggeliző helyre. Uh-huh. Ez nagyon hamar kinyit. Tudod, ez a svéd vésli. Igen. És a gép mögött abban a pohárban apró pénzt gyűjtötök? Vagy mi az ott a számítógépetek? Igen, neked a gázsid. Igen, köszi. Ez kérlek szépen, ez egy pohár, nem is tudom, szerintem ez egy dekoráció, ezt vagy egy ügyó, vagy egy valaki ide rakta nekünk. Ez a tegnapi illat, mint amiben megtudtuk, hogy 5 éven belül megmurdálsz. Akkor utálom, eddig szerettem, mert azt hittem dekoráció. Ezt hívta fel a figyelmet arra, a tegnapi tesz után, igen, sokára megdöglöm. Igen, ez egy ilyen kis virágocska, egy orhidea, vagy valami. Jó, és ott van Gyula is. Szia! Ott van, igen. Hát őt nehéz nem észrevenni. Látod egyelőre, de ott van. Na mi van Pesten, milyen az idő, mi újság, mit csináltok, mi a helyzet? Ákos azt mondja a hétfő óta, hogy jön az indián nyár, és egy igazi, ezt én is mondom, a csodálatos. Visz az erdőbe engem is. Na most kinézek itt a csodálatos Üllői útnál, és borús az idő. Hát hideg éppen nincsen, de napsütés se. Itt Budapesten legalábbis. Tehát 4 napja várom azt, amit az Ákos mond, sajnos igen. De hát ő is hát hozott anyagból dolgozik, tehát nem az Ákost akarom vele szekálni. Nem tudom, nincsen igazán jó idő. Az az igazság. Ez jó, mert hétfő óta teljes messzélesség, igen, én is hirdetem az indián nyarat, kicsit Ákos után menve. Pontosabban a telefonom után, ami szikrázó napsütést ír Budapestre, meg nagyvárosokba, és olyan vidáman mondom, és mindig mondják, hogy anyát hallgass már, 11 fokban is szétálló eső. És én mondom, gyerekek, most reggel ilyen, de tartsatok ki, mert jön, mely rohadtul nem jön? Tehát nem. Nincs indián nyár? Napközben hát sem? Nem. Napközben egy olyan fél órára bújt ki a nap tegnap. Tehát, hogy így nagyon klassz volt, 3:30-4-ig. Akkor leállok ezzel. Aha. Ma ugyanez van. De nekem napsütéses a napon, mert látlak benneteket. Te nyallás! Te jól esett. Remélem, hoztad valami szépet? Nem. Magunkat majd. De még ez nagyon messze van. Tehát, hogy konkrétan egy hete vagyunk itt. Még egy 8-szor ennyi van itt. Lehet, hogy nem ismersz, hogy meg minket ilyen kis összetöpörödött, ráncos, begyógyult szemű vénemberek fognak majd hazamenni 2 bottal, amilyen tempót itt diktálnak. Igen. Mi újság, gyermek iskolában? Képzeld el, iskolában van a gyermek, és hát hadd büszkélkedjek, megkapta az első szöveges értékelést, tehát egy ilyen, nem is szöveges, inkább így mondom, az első kis értékelés morzsát a szeptemberi teljesítményért, mert minden hónapban van egy kis visszajelzés az iskolából. Igen. És mit kapott? Hát nagyon-nagyon jól teljesített, de hát ezt tudtuk, mert ugye naponta hozza a kis pecséteket, állatos pecséteket, akkor mosolygós fejeket. Mi van? Nem az van, hogy 1-es, 2-es, 5-ös, 4-es,
hanem milyen pecsétet kap a gyerek? Nincs számmal lévő értékelős elsőtől negyedik osztályig, hanem kis pecsétkék vannak, meg mosolygós fejek vannak. Ez egy ilyen kis visszajelzés. De rosszat is kap? Igen, hogyne, hogyha valaki rosszat csinál, akkor szomorú fejet kap. Akasztófát. Igen. Lefordított keresztet, 666-os feliratot, igen. Igen. Szóval, hogy pecséteket kapnak, nagyon helyesen, ne sokkolják a gyerekeket osztályzattal, nem kell az. De nem, tényleg nem kell. Bocsánat, hogy megakadok ezen, igen? De az nem ugyanaz az üzenete a izének, a szomorú fejnek, hogy kettes, mint az ötösnek, a mosolygós fejnek. Nagyon más. Csak ha megfordítod a kis füzetecskét, akkor nézd, Danya, mosolygós fej. Nézd, igen, de a szemek miért alul van? Nagyon más szerintem. Tök jó, hogy nem kapnak. Én később is abba hagynám az osztályzást. De miért? Hát mondjuk, hogy első, de nem adnak azzal egyet, értek, de hogy aztán harmadiktól mondjuk, egy harmadik... Aztán a alsó tagozatban egyáltalán nem így adnak, van. Legalábbis már egyre több helyen átveszik, hogy nincsen, nem stresszelik a gyereket. Ott ezek kis piktogramvonal megy. Utána is egy elég hülye rendszer. Nekem nagyon sok bajom van. Ha egyszer oktatási miniszter leszek, akkor eszkessetek, mert véget. Aha, majd rátszavazunk. Nem lehet majd egyszerre minden posztot, nem lehet egyszerre miniszterelnök és köztársasági elnök is. Meg tudja csinálni. Leginkább oktatási miniszter lennék, de erre sajnos kevés az esély. Ki oktatási miniszter? Én örülök neki nagyon, hogy nincsen, mert tényleg én a Balázzsal értek ilyen értelmét, hogy az osztályzást ugye egy ilyen szorongást kelt szerintem a gyerekekbe, hogyha egytől ötig értékelünk 4 éves gyereket, mert ugye hát a 8 éves kor, ez az én kép kialakítása. Na most ő még nem tudja elválasztani a teljesítményét, a személyiségétől egy gyerek ebbe a korba, majd ötödikben már inkább, ahogy nőnek 10 éves korba már igen. És én azt gondolom, hogy a jegyekért tanulnának. Tehát nem a tudásért. És az nagy különbség, és szerintem ez nagyon jól ki van alakítva. De itt meg a mosolygós jelért. De az teljesen más fej. Nem, a mosolygós fej az a magatartásért van. Azért különbséget kell tenni, tehát meg kell azért azt tanulni egy gyereknek, hogy nem püfölöm a társamat, hogy normálisan viselkedek szünetbe, hogy órán megpróbálok fegyelmezetten viselkedni. Ezt valamilyen szinten értékelni kell. Ezt nem jeggyel értékelik, hanem azt mondják, hogy kap egy mosolygós fejet. És a magatartás. A teljesítmény mivel értékelik? A tanulási pecséttel, tehát ha nem kapsz pecsétet, attól nem fogsz szorongani, de minden nap másféle pecsétet hoz be a tanítónéni. Hol, mit tudom én, kiskaticát, hol ezt, és akkor, hogyha van mondjuk magatartásból 4 vagy 5 mosolygós fejed egy hét alatt összegyűjtöttél, akkor van egy kis katica, amit kiszínezhetsz másik héten, hétfőn, hogy te úgymond jól viselkedtél. Tehát cukiság szerintem, 10 de valahogy... hangya, egy hangyaboly. Igen, de valahogy különbséget kell. 100 hangyaboly, egy hangyavár. 100 hangyavár. Én később is kivenném az osztályzást, és meg tudom nektek indokolni, szerintem miért egyébként, hogy miért nem Na, jó. Na, erre kíváncsi vagyok. Te akkor osztályzás párti vagy? Maximálisan. Én nekem nagyon sok bajom van a mostani iskola rendszerrel, többek között szerintem az, hogy egyrészt a végletekig szétterheli a gyereket. Tehát szerintem ez brutális. Kettő, hogy olyan stressz alá és olyan nyomás alá helyezi a gyerekeket, ami nem szól arról, hogy effektíve motiválja őket. Tehát mi történik jelen pillanatban? Eddig még egyetért. Mi történik jelen pillanatban? Az történik, kivéve az alternatív iskolákat, hogy kimész az osztály elé, és ha nem tanultál, és nem vagy jó, akkor egyrészt 15-20 ember előtt mondjuk szerintem megaláznak téged azzal, hogy ha helyedre küldenek egyessel. Kettő, hogy vannak már olyan rendszerek például, ahol a gyerekek saját magukat osztályozzák, és megkérdezik a felelés után, hogy szerinte ez hányas volt. Mert ha a tanár osztályoz téged, akkor te ezt érezheted igazságtalannak, és gondolhatod azt, hogy igen, ez most ebben nincs igazságtalan volt, nem is az igazi osztályzatot adta. Ha magadat kezded el osztályozni, akkor megfigyelték azoknál az osztályoknál, alternatív iskoláknál, ahol az történik, hogy a gyerek önmagát osztályozza, néha sokkal objektívebben egyébként, mint a tanár, és az, hogy önmagának adja az osztályzatot, önmagához képest akar egyébként sokkal jobb lenni. De ha ötöst ad magának egy rossz feleletre, akkor azt mondja a tanár bácsi, gratulálok, beírtuk. Képzeld el, hogy a gyerek sokkal őszintébb magához, mint amennyire azt gondolja az iskolai rendszer, hogy ő egyébként őszinte tud lenni saját egy magához. Kor és ott vannak a társak, akik egyébként nézik, hogy milyen osztályzatot ad magának. És nagyon sok helyen kivették az osztályzatot, kivették az ilyen típusú felelést, hogy állj ki 30 ember elé, és egyébként szégyenülj meg, és teljesen átalakították a felelési osztályzási rendszert, és ezeket a gyerekeket egyébként ugyanolyan számban veszik aztán föl később egyetemre, meg olyan komoly iskolákba, ahova mondjuk a normális, hagyományos iskolákból mennek. De ez miért meg szégyenülés, hogy kimész, és nem készültél, és tök hülye vagy a tárgyból? Az miért megszégyenítés, hogy ez egyes, ülj le!
Nem biztos, hogy erről van szó. Tehát a gyerek személyiség az nem csak azért nem tud. Lehet, hogy stressz alatt nem tudsz, lehet, hogy többiek előtt nem tudsz beszélni, lehet, hogy szégyellős, hogy nagyon nagy és sok összetevője van ennek. Én nem azt mondom, és nem annak vagyok a hiba, hogy a gyerek azt csinál az iskolában, amit akar, nem így gondolom, de érdemes megnézni egyébként az alternatív sulikat, hogy milyen jó dolgokat találnak ki, és ez mennyire tud már működni. Az a baj, tehát, hogy szerintem a követelményi rendszernek és az azzal kapcsolatos elvárásoknak azért van nagyon-nagyon fontos szerepe, mert aztán, amikor kikerülnek az életbe, a nagyverős életbe, akkor ugyanígy elvárásokkal fognak szembesülni, és hogyha azoknak az elvárásoknak nem felelnek meg, akkor nyilván kapnak majd különböző retorziókat valamilyen formában. Tehát, hogyha a gyerek nem érzi azt a bőrén nap mint nap, hogy neki bizony teljesítenie kell, és vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell csinálni. Tehát nem szabadon választod, hanem meg kell csinálnia, és utána nem szokja meg a terhelést, nem szokja meg azt, hogy kint is a nagybetűs életben is ugyanezek a dolgok fogják ők majd várni. Nem, ezekben az iskolákban egyébként meg kell csinálni, meg ugyanúgy a gyerek, csak máshogy motiválják. Igen. Tehát a normál iskolákban úgy motiválják, hogy a tanár azt mondja, hogy egyes gyere be holnap és felelj újra. Ezekben az alternatív iskolákban sok helyen pedig teljesen más a motiválási rendszer, ahogy egyébként a gyerekeket dopingolják, motiválják, de a gyerek úgy oda jut el. Csak kevesebb stressz alatt és kevesebb lelki terror alatt. Szerintem a mai iskola rendszer olyan szinten terrorba tartja a gyerekeket, tehát ez, hogy belülsz 8 órát, hazamész, még tanulsz 4-et egyébként. Az a baj, hogy amit te mondasz, a lexikális tudásra helyezed a hangsúlyt, amire ma már sajnos egyre kevesebb szükség van, és teljesen át kéne szerintem alakítani, mert ott a Google beütött, tehát nem ilyen típusú oktatási rendszer kellene szerintem. Máshogy látom ezt a dolgot. Tök igazad van, csak az, amit tehát bizonyos szempontból igazad van, de az, amit te vázolsz, az gyakorlatilag olyan rendszer, amiben a gyereket csak sikerélmény éli. Éri. Nincs érted, negatív nap, élménye, így tehát, van, nem tanul, nem tanul. Semmi kellemetlen élmény nem kötődik ahhoz a bizonyos feleléshez, ahhoz a bizonyos dolgozathoz, amihez adott esetben, vagy amire ő adott esetben nem készült. Azt gondoljuk, hogy nem. Mert azt gondoljuk, hogy csak a tanár dönthet a gyerekről, hogy milyen az a felelet. De nem. Mert a gyerekek egymás között is döntenek, igen, a gyerekek saját magukról is döntenek, és a gyerek a másik gyerekhez képest akar egyébként jó lenni. Igazad van. És a gyerek a másik gyerek miatt akarja kihozni a saját képességét, hogy ő még jobb legyen egyébként. De ez csak egy bizonyos... csak a motiválási rendszer más. Maga az, hogy követelmény van, maga az, hogy tanulniuk kell, az ugyanaz, csak más fordítanak egyet a dolgon, és máshogy motiválják a gyereket, nem úgy, hogy gyereki, ülj le, egyes hülye vagy, nem tanultál, ballag vissza megalázottan a helyedre, és egyébként érez magad tök hülyének. Én ezt egy bizonyos kor alatt el tudom fogadni, csak aztán ne felejtsd el, hogy minden egyes gyereknek az életében jönnek olyan fejlődési folyamatok, olyan lelki érési folyamatok, például a kis kamaszkor, amikor a gyerek zsivány lesz, megpróbálja megvezetni a szüleit, megpróbálja megvezetni a tanárait, stb. Tehát akkor, amikor már ezek a gyerekek már olyan dolgokat találkoznak, amik sokkal jobban érdekli őket, mint adott esetben a tanulás, akkor hogy bízhatod rá majd azt, hogy saját magát minősítse az osztály előtt? Négyes az tanár úr. Persze, tanár úr, ne vicceljél már. Nem egyes ez. Így van, azt most mondja, 1452 vagy 1618. Nem teljesen erre gondolok, nem. Egyszerűen másokon van a hangsúly, és azáltal, hogy máson van a hangsúly, a gyereknek más típusú képességei bontakoznak. Nem bízhatod a gyerekre azt, hogy saját magát minősítse? Én nagyon, nagyon máshogy látom ezt szerintem, de szerintem igen, egy csomó mindent rábízhatsz a gyerekre. 30 gyerek, 30 féle szempont. Nem is ebben a rendszerben zajlik az ilyen alternatív iskolákban az oktatás, szerintem sokkal több mindent rábízhatsz a gyerekre, mint az, hogy beülteted egy iskolapadba, adsz neki 8 órát otthon, 8 órát az iskolában, telerakod frusztrációval, telerakod gátlással, szétterheled egyébként, megbünteted azért, mert nem tanul, lesz egy önképzavaros, önértékelési zavaros gyereket. Motiváld a gyereket, motiváld a jó jeggyel, például. Azzal is motiválhatod, hogyha a gyerek a többiek előtt kimondja, hogy ő ezt rossznak érzi, és hidd el, hogy a gyerek egyébként kimondja, és azért akar aztán jobb lenni, mert a többiek előtt nem akarja újra önmagáról kimondani az ítéletet, amit ő sokkal könnyebben elfogad, mint hogy valaki más mondja ki. Mi volt, amikor a tanár adott egy egyest? Hülye volt, nem is volt igaza, beírta az egyest. Jó, igen. Más, az egész csoport dinamikája más, amikor a gyerekek elkezdenek, vagy egymásról mondanak osztályzatot. És elmondja az egyik gyerek, hogy szerintem ez ilyen volt. Képzeld el azt a hatodikos osztályt, ahol egyébként kint a folyosón az előtte, az óra előtti szünetben ketten összebalhéztak, és utána az egyik ebből felel, és a másik az, bizony, hogy ez egy rakat ezt most nagyon egyszerűen átjárni, ezek sokkal kisebb csoportok, tehát ez nem arról van szó, hogy itt 30 gyerek verekszik a folyosón, majd bemennek ott mindenki. És akkor igen, és osztály. Pistike, hányasod, ötös talán ő, de most elnyom a cigit. Ötös, ezt mindjárt beírom magamnak, elnyom a cigit. Nem teljesen. Ezekben az iskolában sokszor például egészen más
képességeket hoznak elő a gyerekből, hagyják már, hogy mondjuk 10-12 évesen arra menjen, amerre akar, ha nem akar odaülni. Jó, ez szabadon választott. Szabadon választott, nagyon igen. Nagy fontos szerepe van az énekzenének, ami kihoz különböző dolgokat, énekelnek, zenét tanulnak. A mai oktatási rendszer totálisan elnyomja az ének és a zeneoktatás. Milyen fontos lenne pedig, mennyi képességet ébreszt föl a gyerekben, hogy a jobb agyféltekét is elkezdjük felébreszteni, elkezdjük dolgoztatni. Ők azok az iskolások, akik ide járnak, akik 10 éves korukban még nem tudnak írni, meg olvasni? Ők azok, akik egyébként igen 25 évesen nem tudtak tudatuk a zene ének zenétől, de nem csak leírni egy pisztiket mondatot. Pisztike, menjél le, vegyél meg egy kiló kenyeret. Azt nem tudom megvenni egy kiló kenyeret. Hallod, azt nem veszem meg, és egyébként gyere be, majd léci, majd 8-ra dolgozni. 8-ra, de én 10-re akarok, mert egyébként is el tudom végezni majd azt a munkát, igen. Amit egyébként 8-tól kell. Ja jó, persze, gyere akkora. Te tudja, az iskolában is így volt, megmondtuk mi, hogy hanyas, akkor most megmondom. Annak nem. Idején. 10-re, 11. Rezsőkém, ezt nagyon elszórtad, ezt a kalapácsfej, de hogy nem. Én ezt most nem így mondom. Forradalmasítottam a szakmát. Nem, tehát, hogy nem az így, a baj, én ezt most nem így mondom, hogy bemegy a tájra. Mit akartok tenni? Semmit. Akkor sziasztok. Akkor jó. Igen. Nem, én értem, hogy mit akarsz. Kritériumrendszer van. Igen, ezeket a gyerekeket egyébként jó helyekre veszik utána föl, okosak, jól tanulnak. Tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy 35 gyerek papírgalacsinnal dobálja a tanár rotringból, köpöcsövezik, miközben a tanár, és most egy kis énekzene, hiszen mi egy alternatív iskola vagyunk. Nem erről van szó. A csitári egyet! Te hogy értékeled, igen, te hogy értékeled a saját teljesítményed, Rezsőke? Hát, szerintem egyszerűen fantasy, egy Pavarotti vagy, jó kultus? Jó, nem. De azért nem teljesen erre gondoltam, de jó, értem, amit mondtok. Figyeljetek, szerintem vannak, tehát az általános iskolát azért hívják általános iskolának, mert vannak olyan dolgok, olyan tudás, olyan információk, amiket egyszerűen minden egyes gyereknek el kell sajátítania ahhoz, hogy egy jó alapot biztosítson számára az életben. És ez mindegy, hogy matematika, fizika, kémia, történelem vagy magyar irodalom, ezeket a dolgokat szerintem minden egyes gyereknek tudnia kell, már csak azért is, mert ugye a kultúránkról kell, hogy tudjanak olyan információkat. Ennek olyan, a generációnak ők... már nem, Jani. De ez a generáció igen. Nem. De, nem a legszívesebb. Ez az identitás tudatnak egyébként a nagyon-nagyon fontos. A matematikát már számtanszor beszéltük, a matematika nem azért matek. Fontos, igen, hanem az életben tovább képülni, az agyadra szükséged lesz. Az, amit a Jani mondta, hogy a magyarból, történelmből meglegyen, az nem azért az van, hogy egy beszélgetésnél nem szabadon választott legyen már. Nem erre gondolok, hanem arra a fajta lexikális tudásra, amit elválnak, az a generáció, ami nem a mi generációnk. Az a generáció már nem így használja azt a fajta lexikális tudást, nem tanulja meg, sajnos mondjuk ide, egyébként nincs rá szüksége, mert ott a Google be fogja ütni, mert egy olyan digitális Y-generáció, aki már nem úgy tanul, hogy mi tanulunk, már nem hozza le a lexikon. Nem fogja azt mondani, hogy majd kiütöm és megtanulom. Persze, nyilván tudom, értem, kell egy alapvető műveltség. Erre valóban szükség van, de nem az ilyen típusú tudást kellene már beléjük ütni, szerintem. Abban igazad van. Az általános fölött nem is, de az általánosban még ezeket. Az kötelező olvasmányt hagyatnám velük a fenébe. Tehát ha igazán meg akarod utáltatni... Ne olvasson a gyerek. Ne is olvas. Ha igazán meg akarod utáltatni a gyerekkel az olvasást, adjál neki kötelező olvasmányt, és olvasd azt el vele egyébként akkor őszívű ember fiait, meg adjál neki 3 Gárdonyit, meg 2 Jókait. A gyerek a büdös életben nem fog több könyvet menni. De lehet mást adni, de az na, olvasáson ne szoktassuk le. Én nem az olvasásról akarom leszoktatni. A szülői én minta ott, hiányzik, azt mondom, hogy azért nem vesz kezébe nem. A gyerek könyvet, mert nem látta a szülőtől se soha. Nem is biztos, hogy így van. Az a gyerek lehet, hogy a kezébe menne a könyv. Az a gyerekkel elolvastatják 6. a kőszívű ember fiát, és az gyerek soha többet nem akar olvasni. Tudod miért? Mert olvashatatlan. Na, de várjál, hogy olvashatatlan. És mit mond a szülő? Elvárom, hogy olvassa. Adjunk neki egy Karintit, adjunk neki bármit, amit egyébként a gyerek szívesen olvas, és valójában meg szeretne olvasni. De várjál, milyen alapon teszel különbséget? A nyelvezete alapján. Úgy, hogy olvassatok bele a kőszívű ember fiaiba, egy oldalt nem tudsz elolvasni, mert kihullik tőle a hajad. Ja, hát Jami, a mi nyelvezetünk is 20 évvel ezelőtt teljesen más volt, mint a mostaniak, akkor mi nem. Írjuk át őket szlengben. Nem kell őket átírni szlengben. Tudja a gyerek, hogy miről szól a kőszívű ember fiai. Nagyon jó, egyébként meg szeretesd meg vele úgy, hogy elmondod neki, legyen arról fogalma, hogy mit írt a Gárdonyi, mit írt a Jókai, de ne add neki oda a kincskereső kisködmön, meg a kőszívű ember fiait, mert a gyerek nem fog megszeretni olvasni, mert ez már nem érdekes. Egy olyan gyereknek, aki egyébként internetezik, tévét néz, digitális világban él, rohadtul nem érdekes, hogy Jókai mond neki, hogy volt egy Jókaink, ha akarja, olvassa el, és adjál neki olyat, ami az akkori vagy a mostani generációnak egyébként felkelti a figyelmét, és az már nem a Jókai lesz. Mit mondja a magyar oktatási rendszer? Jókai, kincskereső kisködmöny,
szegény kisfiú, meghal a végén, hú de nagyon-nagyon szomorú az hát és a gyerek, milyen szép sztori. A gyerek elolvasta, és azt mondja, Jézusom, én nem vagy Jókait nem bírok elolvasni, nem bírom elolvasni az elsőt. Mikor olvastátok el ti a Kőszívű emberfiát? Tudod, milyen annak a nyelvezete? Most bele kéne olvasnom hát három oldalt, és beleugranál itt a folyóban. Imád. Konkrétan. Úgy érzem, nem volt Jókai korszakod. Úgy érzem, nem volt Jókai korszakod. Nem, tökre megváltoztatnám, és azt hiszem, hogy olvasson a gyerek, mert nagyon fontos olvasni, keltsük fel a gyerek figyelmét, hogy olyat adunk neki, amit valóban élvezettel olvas. És ha az mondjuk a Harry Potter öt része, vagy az mondjuk egy Karinti, akkor tudod, hány gyerek kezdett el annak hatására olvasni? Persze, és ez ilyen szülői sznobéria, hogy jaj, hát mert ne Harry Pottert olvasra. De hogy sznobéria? Hát nem, én csak tudom, hogy honnan olozgatta össze a sztorikat. A büdös életben nem fogja a gyerek elolvasni a Jókait. Tisztelet a kivételnek. Nem fogja elolvasni, mint hogy nem fogja elolvasni. Kincskereső kiskörön sem, mert a haja égnek áll, tisztelet a kivételnek. Hogy, bocsánat, nem jó, ez nem ez a rendszer van már. Ennek a generációnak nem ez a rendszer. Szerintem nem az a járható út, hogy egy nyelvet, egy kultúrát leegyszerűsítesz, és úgy próbálod meg átadni a gyereknek, mert szerinted már az a nyelvezet nem működik. Hát érted, ne vidd már lejjebb az igényszintet, mert így is keveset tanulnak, így is keveset nem olvasnak. Nem hiszem el az igényszintet. Érted? Én azt mondom, hogy ha ezt adod először a kezébe, a gyerek nem fog olvasni. Ha adsz olyat, ami az ő nyelve, és te hangulódsz a gyerekre, azért és nem ez elég jól fel van építve, tehát nem rögtön a Kőszívű ember fiaival kezdik. Ja, érted? Mondok 5-es, 6-os olvasmányokat, és én mondok nektek, hogy miket olvasnak, jó. És vegyük át a hírek után majd a történeteket, amit már meghallgatsz, és kihullik a hajad. Nem, és az a baj szerintem, hogy magadból indulsz ki. Tehát azt mondod, hogy engem nem érdekel az egri csillagok, a gyerekemet sem fogja érdekelni. Én azt gondolom, gyereknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ismerkedjen ezekkel a könyvekkel. Érted? Igen. Hát figyelj, most konkrétan ugye a lányomiknál az egri csillagok kötelező olvasmány. Minden nap elolvas belőle 2 vagy 3 oldalt, nem esik egyáltalán nehezére. Az még egy könnyebben olvasható olvasmány egyébként, tehát a Kőszívű ember fiai valami szintén kötelező összehasonlítva. Már mire gondolsz? Úgyhogy azért az egy könnyű nyelvezet alatt, tehát hogy semmivel az... sem, tehát az aranyemberhez képest mondjuk, semmivel sem könnyebb a nyelvezete. Na jó, de virágvárak között érte. Így van, és akkor jó, mondok kötelezőket a hírek után. Nyüzsögtek a topcsik a zarbuzánok előtt, ami ott álltak Nándorfehérvár kapuja előtt. Tehát, hogy ezek ilyen? Én azt gondolom, hogy van az Y-generáció, olyan szinten használják már az internetet, olyan szinten nem a lexikális tudásra építenek, mert megtalálják az interneten. Nem ezt a fajta tudást kell már nekik átadni, ami otthon is egy gombnyomásra egyébként megszerzik. Nem azt mondom, hogy hülyék legyenek és műveletlenek, és ne tudják, hogy mi történt, mit tudom én Nándorfehérvárnál, ez valóban így van. Egy más típusú tudásrendszert kell már nekik az ő fejükkel gondolkodva átadni. Igen, csak ha ezeket nem teszek bele. Nem is úgy tanul, hogy mi, bocsánat, ő már közben zenét hallgat, olvas, megnyitja az internetet, mi még mi volt, levettük a lexikon, csak 3-4 dologra figyelnek egyszerre. Teljesen máshogy működik. De napról napra avuló tudásról beszélsz egyébként. Nem, az, hogy egyébként tudja használni az elektronikát, az, hogy egyébként tud egy iPad-et használni, az, hogy egyébként abban a rendszerben, azok az applikációk fél év múlva már nem léteznek, igen, illetve már a múltnak ezeket számítanak. Ezeket az alapokat nem teszed le, akkor a számítógépet ő Facebookra fogja akkor használni, akkor hogy van az, hogy a teljesen rengeteg skandináv iskolában egyébként egy szem iPad már a tankönyvük. Tökéletesen eszközről beszélsz. Így van, tökéletesen mozognak az internet világában, és ott is kezdik átalakítani a lexikális tudást, egy olyan mai tudás, ahol már nem a lexikális tudás a fő szempont. Mert azt mondják, hogy ezt megtalálod. De két dologról beszélsz. Jó, tehát, hogy te az eszközről beszélt, az eszköz tökéletes, tök igazad van benne, de azért valljuk be őszintén, te ugyanazokat a betűket, meg ugyanazokat a könyvet olvasgatod, szépen fönt a kis, hogy hívják odon, a kis elkönyvedön, amik egyébként alapvetően érdekelnek. Ezek kötve fűzve is megjelenhetnének, egyszerűen csak egy praktikus formában olvasod őket. Szabad még egy gondolatot mondani, srácok? Persze, mondok egy-két kötelező olvasmányt. Amerikában ugye vannak olyan államok, ahol kivették a kézírás oktatást. Na most azért ezt mérték egyébként, hogy ez nagyon nagy baj, hogy ezt meglépték, mert ez pont arra, amit te mondtál, Balázs, nem jó. Azért nem jó, mert ugye a kézügyességük ezeknek a gyerekeknek rettenetesen visszafejlődik, vagy inkább így mondom, nem hát fejlődik meg ki. Meg a jobbagyfélték. Tehát, hogy ott nagyon tényleg minden csodálatos, meg számítógép, és azt mondták, hogy nincsen szükség kézírás oktatásra. Ez már van egy-két államban. Egyáltalán nem jó, mert ugye azt mondják, hogy például olyan szakmákhoz, hogy mondjuk azt mondom, hogy sebész, hogyha majd akar menni orvosi egyetemre, állati nagy hátrányba lesz a kézügyességét nézve, meg millió szakmát lehet sorolni, hogy szükség van arra, a úgymond poros képességre, amit te mondtál egy picikét, hogy igenis, de hogy meg kell tanuljon írni, persze. Meg kell tanuljon alapdolgokat. Én azt mondom, hogy meg kell tanulni. Jó, most ne a Jókain, de igen, meg kell tanuljon az első 4 osztályban olyan dolgokat, amiket majd később tud használni. És ezek lehet, hogy több száz éves tradíciók. Meg kell, szerintem ugyanúgy meg kell tanulja. Én ezt gondolom. Jó. Oké, hírezünk egyet.
Aztán jövünk még az SMS-ekkel, mert nagyon sok hozzászólás van. 7:30 volt pontosan, 5 perce jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A gyerekek itt a hírek alatt mindenki mindenkinek egymásnak feszül. Mindenki kivette a saját gyerekét a másik iskolájából, amit alapítana. És állapítsuk meg, bármelyikünk csinálna iskolát, senki nem járatná azt oda biztos a gyerekét. Mert azt mondja, egy jókaival verném a fejedet reggeli. Te nagyon verném egy jókaival. Én azt számom, a gyerekek első irodalomra mindenki tépje össze a kincskereső kisködmön. És nagyon jó, ez fájdalmas volt. Fogjatok helyette egy Dumát, egy Dickens, bármit, egy Karintit, és szépen olvassátok el. Igen, olvassátok el a Monte Cristo-t például, és megjön a kedvetek az olvasáshoz. A rengeteg francia nével és a francia helyiségnél. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy nagyon jó a nyelvezete, és nem hal meg a végén egy szomorú kisfiú, akinek elvették a kabátját, és ott tűz 6 évesen, és nem érted, hogy miért kellett. Csak gyakorlatilag egy vérbosszúról szól a könyv. Jaj, de nem egy vér, igen, egy vérbosszúról, de olyan olvasmányosan. Igazából nem halnak meg te kis hülye, Jani. Ne a tartalmat nézd, miért a gyerek egyébként miért néz? Miért néz? Mit tudom én, 5 évesen olyan meséket, amiben meghalnak a gyereket. Nem kell félni attól, hogy olvasom, meghal meg a bosszúan. Akkor mire baj a kincskereső kisködmön? Az, hogy a gyerek ül 10 éves, és hát ezek én kis jó elvették a kabátját, még meg is halt. Egyébként ül a gyerek, és nem érti. Nem, azt a kabátot pont odaadták egy olyan kisgyereknek, akinek nem volt. Tehát gyakorlatilag az üzenet a könyvnek az, hogy valakivel cselekedj, gyilj, ott legyél önzetlen. Ah, én nem így gondolom. Az már az önzetlenség. Ő a segítő, Buddha reinkarnáció. Komolyan mondom. Ne segíts. Komolyan mondom. Hagyjon meg. Ha Baradlai Ödön nekem még egyszer át kell vergednem, Kázmért, Ödönt, Rihárdot, én megbolondulok. Mi a bajod a Baradlai Ödön? Én imádtam. Egyébként elolvastam, többször imádtam. Azt, hogy most levettem egy pár hete, mielőtt eljöttem, mert megvan. És beleolvastam, és tényleg égnek áll a hajat. Mondjátok meg nekem. Kétszer imádtam, egyszer, amikor befejezted, másodszor meg, amikor eltűnt valahol a lakásba. Az elmúlt 150-200 éve senkinek nem jutott eszébe semmi jót adni a gyerek kezébe, ami egyébként tényleg jó és olvasmányos. Tehát ez itt nem jut eszükbe, még mindig itt tartunk, hogy már pedig kincskeresők, és tehát kőszívű ember, fiai, olvasd el, te büdös gyerek, az te gyökér lesz, úgyse olvasol többet, mert megutáltatjuk veled. Milyen is nem? Jártál? Anyukád otthon vagy a ti anyátok veletek ezt olvastatta, az nem azt jelenti, hogy akkor most mi végig szenvedtük, rohadjál meg kisfiúm, te is végig szenvedett, dögöljél meg, te is olvasd, mert anyám is elolvasta. Végig, mi szeret? Igen, akkor én is szerettem. Más. Szerettem. Légy jó, mint halálig ott imádtam. Szeret. Most már annyi nekünk. Persze. Jó, minél jó, most elmentünk a kötelező olvasmányok, ki hogy reformálná meg az oktatás, és ki mit adna a gyerek kezébe, de én ezt egy picit máshogy látom, szerintem haladni kell. Hogy tudsz-e azonosulni a szereplőkkel. Nagyon fontos az olvasás, nem azt mondom, hogy ne olvassanak, hanem, hogy mást olvassanak. Janinak szerintem nem volt kabátja, ezért tetszett neki a kincskereső kisködmön, érted? Figyelj, szerintem lehet, nagyon fontos, hogy példát adjál a gyereknek, és ezekben a könyvekben példa van, és ő azt követi, ő példakövető. Mi a példa? Hát az a példa például, hogy a szülő... Baradlai Kázmér döbbenetes történetében olyan nyelve, hogy a hajt nyúlik. Hát az is az önfeláldozásról szól. Igen. Ez a hősiesség. Igen, persze. A hősiesség, igen. Olvashatatlan. Mai gyerekek számára olvashatatlan nyelve. Meggyőzhetetlen. És tudjanak a jókairól. Irodalom történetileg egyszerűen. Tehát valóban fontos dolgokról beszélünk. Nem azt mondom, hogy a gyerek elvalagy, ki az, hogy fingom nincs, viszont tudom, ki a Tánya Potter, meg a Harry Potter, gyerek vidítse, nem ezt mondom. Tanuljuk meg, hogy kik ők, tanítsuk meg. Na de a Monte Cristo profilban mi volt az, amivel azonosulni tudtál? Hogy vett magának egy szigetet, mi? Jaj, ezek komolyan. Azt király, érted, a csáho feltört, megvett a sziget, és elnevezte róla magát. De miért? Ha a helikoptert is lehetett volna kapni, akkor már vesz egyet. De miért, ha Vernét mondasz, ha Dümát mondasz, imádom Vernét, akkor ezek azért Verne zseniális. És ezek azért basszus. Miért is a Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc, az nem jó? Így van, de hogy nem happy end a vége, hiszen az egyetlen ember, akivel nem tudunk azonosulni, az meghal. De olyan nemes. Kivennétek a gyerekeket az iskolából, ha ne én lennék? A tiéd, de se iratnánk! Sebestyén Balázs vagyok az igazgató. Mindenki azt csinál, igen, amit akar. Nem, halljátok meg a lényeget, amiről beszélek, nem ezt mondom. Az én iskolában nem anarchia lenne. És innen, hányas vagy, Pistike? Egy ötös? Rendben, Pistike, írd be magadnak az ötöst. És mit akarsz olvasni? Semmit. Jó, ne olvasd semmit, nem akarlak zavarni. Nyilván nem erről beszélek. De. Hát és elképzelem, hogy Balázs az iskola igazgató, megyünk be hozzá kicsit félszegen, hogy mert értek el, illetve hogy hívják, szülői van, és be lehet hozzávenni, akkor van a fogadás, akkor bekopom.
gyertek be, állom, rá, mi a fáj, haver srácok, elparkoljatok le. Isztok valamit, esztek valamit, semmit, rá, mi a, ide jár a gyerek, király. Elmondom, hogy csinálják az angolok és a franciák például, ők úgy csinálják, hogy aztán a gyereknek leraknak egy 30-as listát. Uh-huh. Megbeszélik a szülőkkel és a gyerekekkel, hogy ez van, nagyjából tudja a gyerek, hogy miről szól, amelyiket van kedve, olvass el, nem már egy jobb rendszer, elvárják, hogy olvass el, adnak alternatívát, nem egyet adnak, és azt mondják, hogy 30-ból válasz egyet, gyere be nyár után, meséld el, milyen volt. És ha tetszett az írótól, akkor ajánlunk még. Egy pici finomság, egy picit máshogy, mint ahogy itt van, olvasd, de utána felelés van belőle. Érted? És ugyanúgy az olvasásra tanítják, csak egy picit más rendszerrel motiválják a gyereket, úgy, hogy az ő kezébe adják az irányítást. Mit gondol a gyerek, hogy irányít, de hogy irányít, mind a 30-at elolvashatja, az a jó, ha elolvassa, de ő ki tudja választani, és már nem az van, hogy na, ezt most kötelezően elolvasod, válasz ki. Megtisztellek, hogy kiválasztatod, gyerek vagy, nem hülye vagy, és aztán, ami neked tetszett, azt utána mondd el, és ha tetszett még, akkor attól az írótól adunk neked még egyébként hatot, ami szintén nagyon fog tetszeni. Mit csinál a gyerek? Elkezd olvasni, és elkezd szeretni olvasni, érted? Erről szól a dolog. Nem arról, hogy marad le egy kázmér! Jó, de figyelj, Balázs, most tudom, hogy tegnap... Ön is, Richard, megtámadtam, de imára! Kicsit karikírozom. Figyelj, te, igen, igen, igen. Átkelt a nagy folyón, és megölte magát. Tegnap tipizáltatok, ugye ez volt a téma, na most ez tök tipizálás, amit csinálok. Meg pontozunk, meg direkt játszom a hülyét. Nekem szimpatikus az, hogy választható. Mert hogy tényleg a nyelvezetről ne beszéljünk, mert például, ha már a franciákat mondtad, ott van például a Candide. A Candide hihetetlenül szórakoztató. Igen. Nem hosszú, tele van jobbnál jobb sztorikkal, egyébként van benne harc, van benne pajzánkodás, van benne humor, gyakorlatilag van benne minden, ami érdekelhet adott esetben egy 10 éves gyereket is. Tök szórakoztató. Nehogy már kivegyük a nyelvezete miatt. Persze, abszolút. Na, azzal meg egyet értesz? Tehát az legyen? Nem, be bármi lehet, amit... Ragonyosok jobbról, honvédok balról. És akkor ebben a 30-ban mit tennél bele? Tehát hogy választja ki a gyerek, hogy a 30-ból mi az, ami ha nem is beleraknék, hanem... Karintit beleraknék, Vernét beleraknék, Dumát beleraknék, Dickens, és utána beszéljük meg a szülővel, és kezdjen a gyerek, egy Jane Carrollingot, Jack Londont, utána belerak. Mit tudom én, egy csomó mindent beleraknék, és utána azt mondanám, hogyha még van kedved, akkor a 60-as évekből olvas egy kis amerikai irodalmat, Truman Capote-t, érted, és akkor azt mondta, hogy jó, nézd meg, hogy azt tetszik-e a detektív regény, és a gyerek lehet, hogy elkezd olvasni. Marad like cards, man! Ja, tehát baladlaikáz még nem lenne benne a 30-ba. A gyereknek kiullik a haja. Érted? Nem. Aki még nem ismerkedett meg Caputival, az olvasson már egy picit bele, hogy mert akkor rögtön abban a pillanatban előkapja izét, előkapja szerintem a kőszívember fiait, és rögtön a baladlaiakhoz menekül tőle. 15-17 évesen mondta, hogy akkor még a gyerek választhat, érted? Na mindegy, nem leszek. Nem adnál jegyet a izére, a beszámolóra, hogy mit olvasott el a gyerek. Nehogy adnék. Nem, ha tehát piros pettyes Katica, 35 Katicával lehet menni a Corvinusra. Te ezt látod a regényben? Tök jó, mondd el, miért láttad így ebben a regényben? Na de hogyha nem olvast el, akkor mit csinálsz? Tehát, hogyha te modern irodalmi alkotár, mondjuk akkor azt hogy kéred számon? Most oktatási miniszter vagyok, és meghallgatásom igen, vagyok? Szeretném hallani Sebestyén miniszterjelölt úrnak. Igen, mert egy kicsit úgy látom, hogy összedőlt a rendszer. Igen, tehát hogy kéred számon, Balázs, hogyha nem olvassa el ezeket se, akkor mit csinálsz? Hát most két külön dologról beszélünk, hát ha nem olvassa el, az egy számon kérdés, hát most azzal nem tud az ember mit csinálni, tehát én nem azt mondtam, hogy ne adjunk nekik, hanem választhasson, aztán nem olvassa el, annak nyilván megvannak a retorziói. Na de ez az, hogy az a baj, mi a retorzió. Megadom. Így, ja, eleve nem hiteles, mert úgy kellene kezdened, hogy most mit szórakoztok, nem azt beszéltünk meg, hogy én leszek az oktatás. A büfében egy púcskocka mellett még azt mondtátok, hogy megválasztatok most, mert persze, jó volt állam barbecue-zni. Na mindegy, jó van. Oké, jó van, olvassatok Baradlait, azt nektek úgy. Küldöm nektek légipostával a nyomorultakat, jó? Viktor Hugo, lesz ott időtök, kezd el olvasni. Azt lehet? Nyomorultakat lehet olvasni, Balázs?
Nyomorultakat? Hát az francia az jöhet. Ja, az hülye vagyok tényleg. Ugye, nézzék meg, musicalben. Az se nyomorultak. Meg, az se egyszerű nyelvezetű, csak mondom a könyvet. Kis Kozett, amikor ott jön, megy, meg megérkezik Zsámvásán. Igen, nyilván hajadattól is égnek áll, de azt még a színházban nézzék meg, tök jó. Nem? Hát milyen jó. Aha. Musical van belőle, hát zseniális. Nem? Ez sem színházban jár. Megválasztottok? Vagy még szarakodtok el? Na, az még nekem, amikor kiúlik a maradék hajam is, de most komolyan. Jó, jó az egyébként. Na jó van. Oké, drága szülők, olvasson a gyerek, amit akar. Mi? Csak olvasson. Csak olvasson, ez a lényeg. Te egyébként tényleg. Csak a maradlajon! Ne engedjétek, hogy a tanárok a kezébe adják a gyereketeknek a maradlajt, mondjátok el 10 mondatban, aztán adjatok neki karintit, hadd olvasson. 6 perc, pontosan 8 óra Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Gábor vagyok! Hello! Tapanári Sára és apukám Tapanári Gábor. Most már akkor mindenki. Sára és Gábor, hello, honnan hívtok minket? Dunaújvárosból. Zoli volt a játékosunk, itt vagyunk, csak azon gondolkozom, hogy Zoli volt a játékosunk, aki felé játszott Dunakeszi, most így Dunaújváros, nagyon, nagyon klassz. Mit csináltok, munkába, hogy viszed a kislányt suliba? Igen, vinném óviba, mert most sietnünk kell, mert tánc lesz, úgyhogy kicsit ideges a kisasszony, de semmi gond nincsen. Mondta neki, nagyon jó a tánc, nagyon fontos a tánc, de a apa azért játszik egyet előtt. Így van. Az igazság az, hogy ő szeretett volna már évek óta, úgyhogy már bőcsőde óta Óven bácsi Berunájra, úgyhogy általában elég elkésünk, amikor én viszem reggel. Na, ezt nem mondod komolyan. Add egy kicsit a Sárát, akkor nekünk beszélgettünk vele, olyan itt, helyes hangja van. Itt van, és mondja csak szépen. Nem volt kérdés. Sára, milyen tánc lesz? Milyen tánc lesz, amire jársz? Mit tanulsz, vagy milyen tánc ez? Modern tánc. Látjátok? Már ő is modern táncot. Ja. Modern tánc, polka. Igen. Na jó, van, mutatjuk. Jönnek közben az SMS-ek. Szégyelje magát Sebestyén Hoffman Rózsa. Sebestyén Rózsa. Szégyelje magát Sebestyén Aláres Hoffman Rózsa. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berun. Én figyelj, Sára. Nagyon figyelj, figyelsz? Na? Mi lehet ez, Sára, ez a hang? Béka. Így van! Az a kis szemét. Igen. Van egy az ablakom alatt, Sára, igen. Szegényként nem biztos, hogy tudod, bosszantó egy ószág. Figyelj, vagy figyeljetek akkor nagyon, mutatjuk, hogy mit énekelnek, jó? Kicsit szigorú talán a stúdióban helyet foglaló technikusunk. Ennyire mi nincs se szoktunk szigorúak lenni. Nem megy, nem értem. Meghallgatom a rádióban? Csak hallgass meg a rádión, persze. Sára, addig instruál minket, hogy mit csináljunk. Itt vagy, Sára? Persze. Jó fej a pukád? Most mondhatod, nem hallja. Jó arc az öreg. Igazából nem öreg. Aha, jól terelsz. De helyes, hogy úristen, megzaválnak. Nagyon cuki vagy. Sára, mutassuk még egyszer? Igen. Azt mindig megsértem, hogy ezt tudom mondani. Tessék, bocsánat. Nem, csak mondom, hogy akik szokták írni, hogy először írtam és bejutottam, azoknak szoktuk mondani, hogy na, ezt most nagy hiba volt mondani, mert több hónapok óta próbálkoznak. Igen. Jó. Ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag. Köszönjük szépen, nagyon szuper. És mindenki olvasson, jókait is.
Ez csak így van. Csak a Parvin civilt esetleg kerüljenek törítékre, mert akkor... Köszi a játékot, menjetek táncolni, jó utat, vigyázzatok magatokra. Ciao. Hello. Szia, Sára, a puszi. Hello. De helyes volt. Nem? Arany tündé. Arany, aranyos volt, igen. 2 perc van pontosan. 8 óra... Mr. Puliszka! Jaj! Egy virtuális ölelés. Így van. Viszek neked biltongot. Tudod, a szárított marhahúst. Igen. Beül a mi kis kameránk elé, Skype kapcsolaton keresztül, amit Gáborunkkal folytatjuk a hírek után. Most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bávoni! Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. 8 óra 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, mindenkinek Magyarországon, mindenkinek itt Dél-Afrikában. Vannak friss közlekedési híreink, már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as 203-as kijárat előtt 500 méterrel a Budapest irányába tartók sebességét mérik, ezt Peti küldte nekünk. Aztán Szentendrén trafi a rendőrséggel szemben, a befelé haladókat mérik egy sötét fábiából. Kirak Ati küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. 8-as főút Veszprém környékén Tejköt, körülbelül 100 méteres a látótávolság, óvatosan mindenki, Könyves Nándi küldte ezt nekünk. Aztán baleset történt a 37-es úton Sárospatak és Bodrogolaszi között Szerencs felé. A forgalom félpályán halad, kis teherautó fának hajtott F. József üzente ezt nekünk. Józsi, köszi. Civil mérő Szentendrei rendőrségnél, igen, ezt mondtam az előbb, az M1-esen Lébénynél a határ felé mérnek, és van egy trafi Újpesten, a Pozsonyi úton, a Kagylós kút előtt, a szokásos helyen. Potter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pro és kontra egyébként még érvek és ellenérvek az előző beszélgetésből. Nagyon sokan értenek veletek egyet, sokkal többen velem, úgyhogy... fantasztikus, köszönjük, hogy megint előremutató voltál. Dehogyis hűlök, csak nem. Abszolút, nagyon jó az, amit ti mondtok, és nagyon sok szülő úgy gondolja. Nagyon sokan mondják azt, hogy talán lehet ebben igazság. Ez egy jó kis vita volt szerintem. Hát jó, nyilván, jó. Mindenki... Én csak azon csodálkozom, hogy ír még nekünk Könyves Nándi. Igen, írják, hogy a mi elmondatunk mostantól nyergej fordulj. Ugye? Hát így van. Szintén, igen. Ugye ez a is... legnagyobbaktól, ugye? Hát nem mindenki szerint, de... Igen, szintén ugye a kőszívű ember fiaiban volt. Csak egy-két hozzászólás gyorsan, és aztán már is folytatjuk. Gábor, a sebestjén a magyarságot erkölcsileg és gazdaságilag bomlasztó kozmopolita erők szószólója. Na, jó, átjött. Én Brazíliában rohadt nehéz egyébként a sebestjén. Bunkó beképzelt új gazdag, és még ő nézi le Janit, aki a józan értelmes erkölcsös embereket képviseli. Jött ez SMS-ben, köszönjük. Aki egy egyszerű tiszta proli gyerek, büszke lehet rá mindenki, aki ismeri, de... Igazad van, Balázs, az ósdi kötelező olvasmányok miatt van nálunk ennyi öngyilkosság, írja valaki. Aha. Jani módszere a legjobb, így a gyerek megtanul olvasni, értelmezni, mozgatni az agyát, logikusan gondolkodni. Az a szomorú, hogy egyre kevésbé tudnak tanulni a gyerekek, és fegyelmet sem ismerik, nincs önfegyelmük és önkontrolljuk. További jó munkát nektek, írta Judit. Én olyan szinten hánytam az olvasástól a kötelezők miatt, hogy sokáig újságot se olvastam. Egy barátnőm szeretette meg velem később, megmutatta, hogy léteznek jó könyvek is. Ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy ha Bali nem olvasta volna el a Kincskereső kisködmönt, akkor nem adta volna oda Jani Pulcsiát. Életem első könyve a Kőszívű volt, azóta nem fogtam a kezembe könyvet, úgy megutáltam az olvasást. Hát és pro és kontra egyébként még nagyon-nagyon sok vélemény. Ellenvélemény, gyerekek, az a lényeg, hogy mindenki olvasson, amit akar, ami jól esik, csak a gyerek szeressen megolvasni. Na, csütörtök van, ez ugye azt jelenti, hogy ami Gáborunkkal folytatjuk, és nézzétek ki van ott a Skype-on. Még aranyosabb, mint élőben, gyerekek, ez annyira tündér, cuki. Nézd, igazgatja a kis haját. Ingben, zakóban, felkészülve a csütörtöki rovatra, Mr. Puliszka. Hihetetlen, azt mondják, hogy a távolság megszépíti az ember, de Gábor ugyanolyan szép, mint egyébként. Így van, csütörtök van, ami azt jelenti, hogy Gáborral folytatjuk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Én manipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd.
Lépj be te is az E-mentes övezetbe Balázzsal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Szerbusztok, jó reggelt! Ez fantasztikus. Hello. Én azt gondolom, Balázs, te egy picit fogytál? Egy kicsit belefogytam tegnap az erdőtűzbe, igen, hogy a 6 kiló lement rólam a 60 igen. fokban, amíg ott álltunk, és vártuk, hogy kíváncsenek minket. Egy kicsit, igen, ennyire látszik? Nem tudom, lehet, hogy csak a televízió képernyő miatt, meg ez a kis fehér póló, ez jól áll rajtad. Ah, jaj! Ölejétek már meg egymást. Ez nem szívja a meleget. Igen. Egyébként igen. Viszont te fes vagy, csinos vagy, itt vagy, két hete nem találkoztunk, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk. Nagyon hiányoztatok, ugyanis ugye én amikor bejövök ide a stúdióba, mindig szokott itt az előtérben lenni egy kis hungarikum, gondolom Feri jó voltából, és ez most hiányzik. Igen. És képzeljétek, hogy hiány. Nekünk is ide, Gábor, marhára. A fél kezemet odaadnám egy jókai bablevesért lassan, egyébként pedig még csak egy hete vagyunk. Egy jókai bablevesért? Ja, nem tolod el magadtól? Undorra? Vagy jó húslevesért, vagy tényleg egy hete vagyunk itt, még sok hetet leszünk itt, most kezdtek el igazán hiányozni a magyar ízek. Ne is mondd, Gábor, igen, mert tök szóval jó a dél-afrikai kaja, de hogy... Igen. Szinte üres a stúdió, Gábor. Nincsenek felvágottak, nincs itt a cikória kávéd, nincs itt az agavészirup. Egyébként ott ti mit esztek? Szóval ezt valaki már úgy megkérdezte tőletek, hogy ott csak rizs van, meg vagy mik vannak ott? Nem, figyelj, kifejezetten jól főznek, jól tartanak bennünket. Tegnap este olyan báránynyak volt apám körivel, hogy beleőrültem. Tényleg kiváló a dél-afrikai konyha, egy kicsit angol száz, egy kicsit afrikai, nagyon sok íz keveredik, rengeteg fűszert használnak. Igen, vannak főleg benne. Este felé, amikor ugye a reggeli, délutáni maradékokat rakják be egy dobozba, és küldik le nekik a távon. Jó, hát akkor aztán van. Keveredik mindenféle konyha kultúra. Körit nagyon sokat használnak, nektek egy kis, nagyon jól főznek, igen. Hoztam nektek egy kis afrikai ajánlást. És na. Hát ugye ők fogyasztanak például babot, vörös babot, és nem tudom, hogy tényleg reggelihez adják, képzeld el, reggelihez adják. De gyerekek, angol szokás, igen, ez angol van, szokás, a paradicsomos bab, a sausage, az ő kolbászuk, ami hát nyomoronc, egy jó békés, igen, kolbászhoz képes, de ugye ez egy angol szokás. És akkor a Jani mit eszik? Mert láttam, hogy volt egy kis görög saláta, tofu, valamelyik nap láttam a televízióban. Hát rajtad minden, Gábor. Én elmondom, mit eszik a Jani, nem fogod elhinni, szegény, két hete köretet, mert hogy tényleg, ami azt mondja, hogy salátát egy kis rizssel, rizst egy kis körettel, mert hogy egyébként nem csinálnak kifejezetten vegakajákat, pedig a dél-afrikai stábban is van sok vegakaja, ők úgy értelmezik a vegakaját, hogy a vegakaja a köret. Vagyis ha te vega vagy, akkor egyél rizst, egyél salátát, ugye? Hát ilyeneken élsz konkrétan. Hát Gábor tőlete. Keresztet vetett volna, amikor látta volna az elégedettséget az arcom, amikor legutóbb beültünk Balázzsal a Vinki nevű helyre, és egy nagyon jó vegetáriános hamburgert toltam, hozzá egy kis sült krumpira, utána pedig megettem egy rettenetesen finom, illetve fantasztikusan finom csokoládé tortát, amit aztán leöblítettünk egy kis light kólával. és boldog voltam. Szerintem te szívinfarktus kaptál volna, Gábor. Igen, most egészen, egészen biztos. De hát megértem, mert most Afrikában vagytok, és itt azért van néhány dolog, amit megengedhettek magatoknak, azt gondolom. Ez egy olyan de visszamegyünk, hely. És újra gorcső alá veszel minket, vigyázó szemeidet ránk veted, és oda fogunk figyelni. Itt kicsit néha bűnözünk. Csak egy nagy ölelés után. Igen, egy hatalmas nagy ölelés után. Jól vagy, minden rendben, jó igen, az idő, igen. Jó kedved van. Még ha szabad Janinnak egy kis marokkói palacsintát javasolnék, ugye ott állítólag Afrikában is ismert, kicsit messze hogy... van ide. Igen, de mégis használják Afrikában is, mert a fele búzadara, a fele pedig liszt, és agavészirupppal, banános öntettel fogyasztják. Ez nagyon jó hangzik, de nem esetleg... provokálj. Mert ilyet én nem kapok így. Igen, a Jani egy fél túrórudér levágná a balkaromat, úgyhogy sokkal egyszerűbb dolgoknak is örülünk mi itt, azért nem vagyunk annyira jól tartva. Igazad van. Ugye, hogy levágná? A balkarra. Nagyon hiányzik. Ezt mondom, nagyon hiányzik. És a másik felé élet a másik karod. Mondjad, Gábor. Mint hogyha a Viki azt mondta volna nekem, vagy azt írta volna, hogy szárított marhahús szoktál enni, Balázs, ez igaz? Képzeld el, hogy igen, ez a biltong nevezetű étel, ezt a Feri is felfedezte, és nagy örömmel konstatálta, hogy nagyon finom. Ez fűszeres, sós, vagy milyen? Mint az állat. Mint az állat, megforgatják egy pácban a húst, tehát ezt Feri jobban tudná elmondani, ezt kiszárítják utána tulajdonképpen, besózzák még valami fűszersóval, és lelógva a bevásárló központokban, ezt megveheted, egy ilyen szinte idézésen nyereg alatt puhított, ilyen kis rákcsálni való rákcsa, ilyen kis nagyon jó, Gábor, úgy ennéd, mint a marhából, gnúból kóstoltam már, szenzációs egyébként, talán antilopból is csinálják.
kudut is csinálnak, egyébként ami hasonlít ugye az Impalához, egy ilyen kis négy elkészítve. Elkészítve egyébként szerintem te egy perc alatt kapnál itt agyérgörcsöt, Gábor, tehát nem bírnád tudom, sokáig. Nem tudom, esetleg füstölt zabhús, vagy... Figyelj, ezek rendes emberek, Gábor. Tudod, ők tudják, hogy túl kell élni, futni kell az oroszlán elől, ahhoz kell az energia. Olyan gyönyörű sztékek vannak, hogy megőrülsz. Valamelyik este egy közel 8 kilós marha darab hevert az asztalon, és egy jó képességű szerecseny legény szelte belőle a gyönyörű hát, szeretet. Ha hiszitek, ha nem, igen? A maraton futók döntő része vegán. Ezzel most nagyon lehet, helyes, hogy nem mondok újat. Helyes. Tehát, hogyha futni szeretnék, és a növényevő állatok is, nézzétek, nem esznek igazán húst. Na. Úgyhogy szabad vitatkoznom most a Ferivel, talán így Afrika, Magyarország távolságban. Gábor, ha ennyit fogod dicsérni a mai adásban a vegákat, komolyan mondom, megdicsérem a végén, az akkodat pedig nem terveztem. Köszönöm. Na. Drága Gábor, mivel készültél nekünk, én tudom, és bologass a fejeddel, ha esetleg, vagy rázd, ha esetleg nem jól mondom, nasolás, mint témakör, ugye? Tegnap volt egy kis... Kedves témaköre. Igen, minimális tűzesetet kellett orvosolni, és nem nagyon tudtam olvasni az e-mailjeimet, inkább mentettük, ami menthető a tábor felső részéből, hogy ugye nagyon sokan nasolnak, és szerintem nagyon sokan bajban vannak... hogy mit jó nassolni, hogy lehet a nassolási vágyat egy kicsit csillapítani, ha már az ember nassol, mert nem akarunk senkit erről lebeszélni, milyen alternatívákat lehet adni, mit csináljunk, hogy egy kicsit kevesebbet nassoljunk, és ha mondjuk nem feltétlen édességre vágyunk, akkor mik azok az egyébként talán nem kézenfekvő, ugyanakkor olcsó és jó megoldások, amivel még némi vitamint is beviszünk mondjuk a szénhidrát vagy a cukor mellett. És hát a magyar azért egy nassolós nép, szerintem mindenki szeret így étkezések között kicsit csipegetni, erre rájárni, arra rájárni. Gábor összeállított egy ilyen kis étlapot, vagy igen, egy kis menüt tulajdonképpen, hogy ki mit nassoljon. Ugye Gábor, ezzel készültél? Igen, igen, végül is erről van szó. A nassolás egyébként definíció szerint az egy ilyen rendszertelen étkezés, össze-vissza, ahogy az embernek eszébe jut, eszeget. És ez borzasztó, azt kell mondjam. Ha lehet javasolni először is azt, hogy is itt az alapelveknél szeretném kezdeni, hogy a főétkezések után 2 órán belül ne együnk. Ez most lehet, hogy furcsán hangzik, hogy nem kell rögtön, tehát megebédelek, és rögtön nem tudom én egy óra múlva pudingot, meg süteményféléket, egyebeket enni, ugyanis a gyomorsavnak és a gyomor működésnek majdnem egy órára szüksége van, hogy elindítsa az emésztést. Most aki 1-2 órán belül elkezd enni, vagy nassolni, az borzasztó dolgot csinál magával, mert a gyomor újra kezdi a folyamatot, tehát magyarul ne lassoljunk a főétkezés után 2 órán belül. Legszívesebben azt mondanám, hogy a következő főétkezésig ne együnk semmit, de nyilván ez elrugaszkodott lenne a valóságtól. Ugye én általában 5 óránként szoktam étkezni, naponta 3-szor. Tehát magyarul a főétkezést ugye elfogyasztottuk, és folyadékot iszunk az evés után 1 órával. Próbáljátok ki, hogyha a kedves hallgatók, hogyha isznak az evés után nem rögtön, hanem egy 40-50 perccel, akkor nem lesznek éhesek, és a nassolási vágy is elmúlik gyakran. Egyébként szomjasak vagyunk, nem éhesek. Az biztos ti is észrevettétek, hogy igazából a szervezet folyadékot kíván, és mégis a hűtőhöz megyünk. Tehát nem is tudjuk felismerni, tehát csak úgy ennék valamit, de lehet, hogy közben, ha innék, akkor egy pohár vizet mondjuk, igen, aki nem akar nassolni, le akarja szoktatni magát, fogyókúrázni akar, és nem tudja a módszert. Nassolni vágyom, iszom egy pohár vizet, és a szervezet úgy reagál, hogy elmúlik a nassolási vágy. Így van, így van. Egy kicsit egyébként ez úgy működik, hogy a szervezetben vízhiány alakul ki az emésztés után, illetve az evés után, az emésztés során rengeteg vizet igényel, rengeteg folyadékot az emésztőrendszer. És ezért a víz ugye a vérkeringésből kikerül, bekerül az emésztőrendszerbe, és folyadékhiányunk lesz, ezt érezzük éhségérzetnek. De hogy rá is térjek magára a témára, egyrészt, hogyha nem vizet iszik valaki, hanem mondjuk az evés után egy jó 2,5-3 órával mondjuk rizstejet, vaníliás kis fahéjas rizstejet, tehát nem biztos, hogy ennünk kell. Lehet, hogy egy kis cikória kávéval kéne melegítenünk, és próbáljátok, hogy teljesen beállítja a vércukorszintet és laktat. Tehát egy pohár rizstej, amikor az ember mondjuk nassolna, és akkor elveszi az éhségérzetet? Igen. Igen. Azért nem mondom, hogy tehéntej, mert biztos megint mondják hallgatók, hogy jaj, hát már megint ezek a növényi tejek, mert a tehéntej teljesen blokkolja a gyomoremésztést, tehát tehéntejet idézőjelben nassolni valóként tehéntejes dolgot, sajtos, túros dolgot nem szoktunk fogyasztani. Tehát magyarul először is folyadékfogyasztás. Második, ha nem víz, akkor valamilyen enyhén édesített növényi tej, ez lehet nyirfacukorral, lehet stéviával, eritrittel, tehát nem cukorral készítjük, de ha valaki azt mondja, hogy mindenképpen valamit kívánna enni, akkor lehet kapni ezt a bulátát, ismeritek?
Izgalmas dolog. Hogy ne, nagyon szeretem. De lehet kapni írt csokoládét. Bula nélkül sehova. A Jani itt kint már egyre többször gondol a bulátára. Mert megint vicceltek. Igen. Étcsokoládés buláta. Hát legszívesebben csokoládé nélkül javasolnám, és nem tejcsoki, ahogy mondtam, hanem ha már csokoládét akar valaki enni, akkor mindenképpen az étcsokoládét válassza. Ugyanis, ha az keserű ízű alkaloidákat, anyagokat tartalmaz, ami elveszi az édesség vágyat. Ismeritek-e a köles golyót? Ismeritek? Igen, igen. A köles golyó az nagyon-nagyon jó. Ez mindenféle ízesítésben van, ezek a puffasztott köles golyók. Magyaros, ilyen-olyan, ezek jók. Abszolút jók, és egyáltalán nem igényelnek szinte emésztést, viszont nagyon szépen eltelítenek. Aztán ott van a datoja, hát ez ott nálatok most elég komoly. Egyébként meg szabad kérdezni, hogy a gyümölcsök íze az jobb, édesebb, mint itt Magyarországon? Zseniálisak. Teljesen más. Döbbenet egyébként. Más a banán, más a mangó, más az ananász. Mindennek egészen más íze van. Ugye megvárják, míg teljesen megérik, és úgy szedik le. Nincs ez a mesterséges érlelés, zöld elleszedés. Teljesen más az íze. Nem lehet összehasonlítani. Más a magyar ananász. Igen. Igen, a magyar banánnak nincs olyan jó íze. Értem. Ezen kívül szoktunk fogyasztani, hát bajor mandula. Ismeritek a bajor mandulát? Biztos, ugye ez egy pici kis fahéjas cukorban mártott mandula, illetve tök mag, vagy magyaró. Igaz, hogy van rajta cukor, de a benne lévő, ugye a mandulában lévő magnézium és B6 vitamin teljesen elosztja a cukrot. Ugye ez a kulcs. Tudod, mit akartam kérdezni, Gábor, hogy nagyon sokan nassolják ezeket a kis kesudió, pisztácia, kaphatóak ezek a hosszú, ilyen vékony csomagolásban. Az ember ilyen diákcsemege jellegű. Ilyen diákcsemege jelleggel, beleöntöd, eszel, tényleg elveszi az éhségérzetet, kicsit ugyan sós, de ugye ezek a mandula, mogyoró, kesudió, ezek egyébként ásványi anyagtartalommal jók, nem? Tehát, mint nassolás, ez rendkívül, abszolút rendkívül jók. A probléma az, hogy ezeknek az emésztés ideje is elég nagy. Tehát ez nassolni valóként egy kicsit luxus, mert ugye több óra, mire a szervezet ezt a gyomorból ugye megemészti és továbbítja a bélrendszerbe. Egyébként, ahogy mondtam, az ásványok és a B-vitaminok miatt teljesen beállítják a vércukorszintet, ezért alkalmasak, de megvallom, hogy ha a főétkezés végén eszek néhány szem mandulát, akkor nincs szükség 2-3 óra múlva nassolni valóra, mert ugyanazt a hatást elérjük vele. És a gyereknek, amikor például nassolni van kedve, és mondjuk az ember asszal gyümölcsöket, ugye nagyon népszerű ez az asszal szilva, tudod, mindenféle ilyen kis gázzal lefújva belerakják ilyen zacskóba, ami ugyan van cukortartalma, de az ember nem tudja, hogy mennyi. Ezek jók, ezek adhatóak gyereknek, hogy mondjuk egy kis asszal szilva, asszal gyümölcs ezzel nassoljon? Én azt mondom, hogy igen. Igen. Nyilván a mai világban az élelmiszeripar sok mindennek képes, és mindennek az ellenkezőjére is. Az aszalványok között is találunk kénezettet, nem kénezettet, olyat, amit húzattak cukoroldatban, és amelyet nem. Nyilván terméke válogatja, de a kérdésedre a válasz az, hogy aszalványokat adjunk a gyereknek. Rettentően jó lúg képző, tehát bázisképző hatása van. De egyszer mondtad, hogy ezeket áthúzzák egy ilyen cukorprésen, ugye, amivel tömeget növelnek a cukor által. Egyszer erről meséltél, hogy az óvatosan... A kandírozott. Az a kandírozott volt, az amikor mondtad, hogy óvatosan adjuk a gyereknek, mert hogy ebben is van valami élelmiszeripari csalás, hogy ilyen cukros mázba teszik, megnő a tömege, és aztán itt tulajdonképpen tömény cukrot adsz a gyereknek. Az nem ez. Az nem a kandírozás, hanem a húzatás nevű folyamat, ami azt jelenti, hogy kiszippantják a gyümölcsökből, amikor ugye nyers, a levegőt, rengeteg levegő van az almában, a körtében, a gyümölcsökben, és a levegő helyére erős vákumban cukoroldatot tesznek, ugye ez, ennek van egy szakmai megoldása, és a levegő helyére cukoroldat kerül, majd a szárításkor, mint egy válfa ruhát, ugye amikor szárítjuk, a cukor nem szárad, nem illan el, és ezért a termék nagyobb térfogatú lesz, sokkal édesebb lesz. Ugye így készülnek például egyes banáncsipszek, almacsipszek, egyebek, de van ennek egészséges formája. Onnan tudjuk megállapítani, hogy ropogós. Ha ropogós egy chips, tehát nagyon törik, az valószínű, hogy cukros, mert az merevvé teszi, de hogyha egy olyan asszalt, szilvát, mazsolát vásárolsz, ami zselés, kifejezetten pektines, akkor az nem valószínű, hogy cukrozták. Na de várja, Gábor, persze, ha már szóba került a kandírozás, azért tegyük ezt helyre, mert a kandírozás az ugyanúgy káros lehet mondjuk a gyerekre, pontosan azért, mert ugye ez egy olyan tartósítási módszer, amikor cukorban tartósítják a gyümölcsöt, és hiába gyümölcs, hogyha cukorral növelik meg egyébként a kalóriatartalmát. Ez így van. Nem? Ez így van. Hozzá kell tennem, hogy igen, ugye, ahogy mondtam, ezt a bajor mandulát is, tehát, hogy most azzal operálnak, hogy a mandulát, illetve a dióféléket és az aszalványokat cukrozzák és cukorba mártják. Hogy hát, hogyha itt többet fogunk belőle enni, ez nem jó folyamat.
Én szerintem egy asszalt szilvának, egy asszalt sárgabaracnak rendkívül finom, édes kés íze van, és az a kis savanykás íz, az még kell is a gyümölcsbe. Tehát nekem túl édesek, és én nem is értem, hogy miért van szükség ezekre. Illetve hát a tartóság miatt azt mondják, de egy jó asszalvány az jól tárolható. Ettetek már jó kis alma chipset? Biztos, igen. Ami nincsen ugye cukrozva, és nagyon kellemes, édes savanykás íze van, teljesen elveszi az édesség és az éhség érzetet. Azok a nők, akik mondjuk így figyelnének a bőrükre, bevinnének némi vitamint, azoknak mit ajánlasz? Ugye a nők is azért nagy nassolók, sokan inkább az édesség felé nyúlnak, de mint alternatíva, mondjuk jó a bőrnek, avokádó, nem tudom, csak egy hasraütésszerűen kérdezem, hogy mik a jó női nassolnivalók, vagy mit érdemes a nőknek eszegetni? Hát én megmondom őszintén, hogy nyilván nem munkahelyen, hanem hogyha otthon vagyok, van a fagyasztó szekrényben egy-két doboz ilyen fagyasztott gyümölcs, színes gyümölcs, és azt bedobom a turmixba, egy fél banán hozzá, egy kis méz, és ebből készül, hogy otthon ilyen kis fagyi jellegű valami, egy ilyen parfé jellegű valami, és ez rendkívül jó. Most nyilván ez sem egy evés után már beerjesztheti a gyomortartalmat, de mondjuk egy 2,5-3 órával az étkezés után már a gyomorban igazán nincs étel. Ilyenekkel szoktunk operálni. Sőt, akár a munkahelyre is telepíthető egy turmix gép. Nem tudom, ez mennyire durva, amit most mondok. Hogy akár... És a mélyhűtő is. Így van. Igen, az általában van. Elvileg, igen. Igen, mélyhűtő az van, az még inkább van egyébként. A fagyasztott banán, egyébként a fagyasztott banánból otthon készített banánfagyi az egyik legfinomabb dolog a világon. Fantasztikus. És nagyon egyszerű dolog, berakom a banánt, nem tudom, egy nappal korábban a fagyasztóba, utána kiveszem, egy picit elolhagyom, kicsit megpuhul, és egy-két fűszerrel, fahéjjal összeturmixolva, akár növényi tejporral, egyebekkel, egy fantasztikus, édes ízű shake lesz belőle, amit ha megiszom, kb. 2-3 óráig nem vagyok éhes. Nyilván egy kis cikolja a kávé is tehető bele. Oh. Az mindenféleképpen igen. Jó, tehát akkor okosan kell, ugye? És vannak alternatívák. Ez így a, van. Ez a Balázs, lényeg. Még ha szabad hozzátennem, hogy chipseket készítenek egyébként zöldségekből is. Ez egyébként az új irány. Ilyen, hogy sárga répa chips. Ugye ezt nem kell cukrozni. Cékla chips, különböző, tehát zeller chips. Elképesztő, hogy milyen jó ízeket lehet komponálni, hogy szárításkor az aromák jó része benne tud maradni a termékben, és én zöldségcsipszeket is vásárolok, és ezeket is használom, rendkívüli, lugosító, jó ásványanyag forrás, és könnyen emészthetőek. És ezeket gondolom, hogy nem szórják meg mesterséges ízfokozókkal, nátriumglutamáttal, nem jellemző. Nyilván nem teszik ezeket. És egy sárga répa, egy asszalt sárga répa kocka, vagy inkább ilyen chips jellegű, ugye ez olyan édes, ugye, mert teljesen eltávozik a víz belőle, ez gyakorlatilag édes ízű. Pedig sárga répa is nincsen cukrozva, ugye ezek csemegefajták. És akkor a hatóanyag tartalom az ugyanúgy benne marad. Tehát a gyerek kezébe belenyomom, ha mondjuk a sárgarépát nem eszi meg, mert melyik gyerek eszi meg a sárgarépát, az biztos, hogy valami baja van, ugye? Vagy nagyon szerencsés a szülő, tehát gyümölcsöt adni, vagy zöldséget a gyerek kezébe nagyon nehéz. De mondjuk a kicsit trükközöm és chips formájába adom oda, szerintem akkor a hatóanyag tartalom ugyanúgy átmegy, és ugyanúgy benne igen. van, tehát nem vészel a feldolgozás közben. Nálunk faluhelyen úgy csinálják a chipset, hogy a hasalja szalonnából vékonyat vágnak, serpenyőbe kiolvasztod a zsírt, jó megbarnul, és így összetörögeted ilyen egy centisre, és így úgy ropog. Ez a beszéd, ezért jó ez a műsor, gyerekek. Mert annyi világlátás találkozik, itt vagyunk mi, itt a Gábor, itt vagy tehát nem jó, mindenki mindenki megtalálja magáét ebben a műsorban. A sárga répa chips. Gábor, kicsit izzadni kezdtél. Igen, hirtelen ez is chips, tudod? Ne, Gábor, ne álljon meg a szíved, ez egy másik kultúra, de ez is létezik, csak mondom, hogy van a sárga répa chips, meg a szalonna chips. Ennyi. Is tök természetes, érted, makkoltatott disznóból csináljuk, olyan az íze, hogy megőrülsz. Gábor, a Feri nem egy répával, vagy egy céklával kezében rohangált kis purdrékorában, hanem egy pörkölt marhafüllel, vagy disznófüllel. Érted? Miközben fociztak a hólyaggal. Én nem ellened vagyok, Gábor. Teljesen egyetértek vele, csak mondok néha alternatív megoldásokat. Fociztak a hólyaggal. Fociztunk, igen. Azóta a legnagyobb ünnep, tudod, a disznóvágásról. Úgy értem, fölfújták, hogy... Igen, szóval az a nehéz, hogy tényleg az ember úgy ül le ide a mikrofon elé, hogy hiányoztatok. És úgy áll fel a mikrofontól. És ugye? Egy perc alatt tönkre tudom tenni. Ezek egy picit olyan övönálló ütésnek érzem, de megértem, hiszen képviselni kell ugye széles néprétegeket is. És különösen, amit Feri javasol, gondolom, hogy az jó minőségű állati termékből készül. Hát nálam csak jó minőségű. Makkoltatott, hát mondta. Makkoltatott disznó, most mondtam el. Jaj. Makkoltatott. Én úgy szeretlek mindannyiótokat, komolyan mondom, hogy mindenki a saját valóságában él,
én hagynám a Baradlai, te ennél a szalonnát, a Gábor teljesen le az állati fehérjével, és együnk zapkorbát, meg répa csipszet. Én imádom az alma csipszet is belemártogatva, belga csokiba. Te nyomod az édességvonalat, és aztán a hallgató pedig hallgat minket, és nem tudja, hogy miért, de elszedegeti azokat a morzsákat, amit megtalál, vagy benned, vagy a Gáborban, bennem keveset. De hogy egyébként azért, hogy mindenki egy kicsit hozzátesz, de jó. Gábor, még egy alternatívát mondjál, mert tényleg ez, de ez tök komoly kérdés, mert ugye te itt édes csipszekről beszélsz. Igen. A gyerekek nagy többsége... Nem, ezek a répák azok sósak? A répa nem, az édes. A sós? Édes csipszek, az Eller csipsz, a répa csipsz, azok sós csipszek, nem? De, most igen, enyhén édeskés íze van a sárgarépán, amik ez Eller csipsz, az nem kifejezetten na, édes. Hogy a az nem, igen. Aha, tehát az már jó alternatíva, csak azért kérdés, mert a gyerekek nagy többsége ezt a chipset, amikor chipsre gondol, akkor ugye ez a krumpli szíromból készült, sós ízű. Arra van valami jó megoldás? Mert arra például örülnék, ha tudsz mondani. Olyat, ami sós ízű, de mégis... A Zeller chips. Én az ettem, az például kifejezetten sósan csinálják. Igazából a burgonya chipseket sok támadás érte, de én magam is beszéltem chipsgyártókkal, és ugye igazából a burgonya chipseket nem... Egy székhez kötözve a fejeden egy zsákkal? hogy kerültél te oda, erre voltak? Mondjad, Gábor? Az egyik műsor után egyébként egész komolyan így volt, de az nem Klassz FM-es műsor volt. Fölhívott egy chipsgyárnak az ügyvezetője, és beszéltünk egy pár percet, hogy is van ez a chips kérdés. És megkaptam, illetve hát értesültem az új technológiákról, tehát mint a margarin gyártásnál is, itt is azért vannak pozitív elmozdulások. Itt a fűszeres sós íz, ami ugye esetleg hát az ízvilágot befolyásolja, maga a burgonya, ugye mint olyan, az nem egészségtelen egyáltalán, csak valaki túlzásba viszi a chips fogyasztást, akkor elég sok nátriumot visz be, utána nem vizet fog inni, hanem mondjuk, bocsánat, valamilyen szénsavas üdítőital, tehát ugye itt ezek egymás után hozzák egyik a másikat. Tehát igazából a burgonya csísz, vagy burgonya szíromban én akkora problémát nem látok, csak ha nasolnivalóként esszük, akkor nem tudom, hogy érdemes-e. Szóval hogy miért esszük? Keményítőre így ilyen mennyiségben nem biztos, hogy szükség van. A chips gyártó egyébként azt mondta, hogy ez hangulati élelmiszer, tehát nem azért esszük, hogy jól lakjunk vele, hanem ez egy hangulatnak a része, hogy elmész, nem tudom én, moziba, ide, oda, amoda, és egyszerűen veszel egy chipset. Ezt egyébként teljesen megértem, csak akkor ne állítsuk nyilván be egészségesnek, ez egy hangulati élelmiszer, egy kréker, egy nasolni való lényegében. Olyan, ezért... tegnap lehoztak a táborba egy dobozzal paprikással, figyelj, én régen örültem valamire ennyinek komolyan. De egy áruló. Zacskó. Én gyerekek, de, egészség, nem, én azért elég mélyen lehettek, hogyha így... Én olyan boldog voltam, hogy megettem egy zacskó paprikás chipset, régen vágytam ennyire, valami minimálisan hazai ízre egyébként, igen. Jó, és az, persze, és beszélünk az majd erről is, igen. Hogy ettetek gnút? Az igaz, igaz. Lehet, hogy ettünk. És nem biztos, gnút és gnút. Maradjunk ennyiben, és annak lehet. Milyen íze van? Marhához hasonló? Érdekes egyébként, aha. Kicsit szárazabb, igen, de és ez ilyen, a biltogot is megcsinálja. Halak, tengergyümölcsei? Van. Hát a tengergyümölcse ez nem annyira jellemző, bár a boltban én már láttam, nagyon szép kínálat van. Szardéniából? Nem, rendesen friss kagyló, meg friss rák, meg hal. Amit ma fogok enni, Gábor, mondom neked, ma krokodil ebédre megyünk. Konkrétan. De krokodil hús, tehát hogy mi fogjuk enni a krokit, nem ő bennünket. Ó. Illetve ez jól át kell sülni. Szerintem csirke mellett. De... Igen. Aztán... Jól van, Gáborom, mit reggeliztél ma reggel? Kérlek szépen, mézes süldiót készítettem még este. Jaj, de szeretlek, most úgy oda bújnék. Közelebb hozom a tévét. Dölelgetnélek meg nagyon. Ki reggelizik mézes süldiót? De nem önmagában. Én csíplek téged, Gábor, alapvetően, de nem. Tehát ez már az abszurd. Figyelj, neked mennyi időd van egy reggelire? Másfél óra, érted? Nem, a három gyereket. Igen. Ja, este megcsinálod. És fontos dolog, hogy körtével fogyasztottam, és kétszeret pirítóssal. Azért, hogy körtével világított. Igen, kétszeret pirítóssal. Igen. Igen, és mivel, hogy ti Afrikában vagytok, ezért egy kis datóját vásároltam, illetve ananászkonzervet. Az a baj, hogy itt nem lehet kapni igazán jó ananászt, mármint, hogy nyersen lehet, de én most nem vacakoltam vele. Ananászkonzervet vásároltam, és megszabadítottam a cukros felöntőlétől, és azt fogyasztottam el hozzá. Egy kis házi alma chipsszel fogyasztottam. Jól laktam ezektől. Fogyasszál még sok ilyen dolgot, mi majd eszünk valamit. Nagyon szeretlek, Gábor. Viszont Balázs, azt szeretném neked mondani, hogy nektek, hogy az erdőtűz miatt vélhetően dioxin és benzpirén került a szervezetetekbe. De szeretlek. Így van. És hogy legyünk ki? Ezt egészen, nekünk tegnap került, mert elég nagy füst volt, igen. Ezt egészen komolyan mondom, hogy a ti szervezetetekben most viszonylag sok oxidáció történik, tehát gyökös folyamatok vannak, ezért
Káposzta. Én éreztem is reggel, úgy, de gyökösödök van. Igen. Káposzta, karfiol. Igen, hogy káposzta, karfiol, karolábé, ezek tipikusan fogják a dioxint is. Pontos, hogy K-betűsűek legyenek? Igen, mert ezek a keresztes virágok, ezek rendkívül fontosak, és ha egy kis nyers petrezselyemzöldet tudnátok rákcsálni, egészen komolyan, nem viccből mondom, ez fontos volna most az erdőtűz után. Tehát fehér répa, karolábé, petrezselyemzöld, egy kis cékla, reszelt cékla. Hasznos volna most nektek. Okay. Nagyon jó. Zsűr, hát kocogjál már ide a másik oldalra, hozzá már egy marék petrezselyemet, tettem meg a Balázsnak, mert igen. Tiszta dioxin a szám. Gábor, drága vagy, hogy még ebből is készültél. Vigyázz magadra, jó? Annyira jó köszönöm a kapcsolat, tíz. Annyira jó látni téged, hogy egy hét múlva, jó? Jó, vigyázz rendben, magadra. Köszönöm szépen. Gábor, köszönjük szépen! Szia, Gábor! Köszönjük szépen, 3:10 lesz majd egy óra múlva, 3:09 viszont egy perc múlva, úgyhogy jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Kapcsoljuk Dél-Afrikát. Jó, de van idő, Afrika, hey! 8 perc múlva pontosan, 9 óra, igen, Dél-Afrikából, de már is kapcsolunk vissza Magyarországra, mert nagyon fontos közlekedési híreink vannak. Baleset és torlódás az M5-ösön Szeged felé a 63-as, 64-es kilométer között, ez Balázs küldte nekünk. És hatalmas baleset van, de tényleg nagyon nagy, az M0-ás Szeged felé vezető oldalán a Bajai kijáratnál áll a sor, mentőhelikopter és a Csepeli lehajtótól teljesen bedugulva a régi nullás Szeged irányába, villogó, szirénázó kisebb tűzoltók próbáltak átjutni a káoszon, aki tud, kerülje, szép napot mindenkinek, ezt Kriszti elküldte. Tehát mondom még egyszer, régi M0-ás, Csepeli lehajtótól teljesen bedugulva Szeged irányába, útzár, hatalmas baleset, mentőhelikopter, a Bajai kijáratnál áll a sor, ez az 51-es út kijárójánál van egészen pontosan, útzár van az M0-áson, úgyhogy azt próbáljátok elkerülni, nagyon sokan megírtátok, köszönjük szépen, ahogy visszakaptuk a szót, így a hírek után azonnal mondtuk, az 55-ösön Baján a vasúti átjáróban félpályás, útlezárás van, ez is most jött, és igen, ahogy látom, az SMS fal elindult, mindenki a nullásról írja nekünk ezt a hatalmas balesetet, hát reméljük, hogy talán nem annyira komoly. Na, hármasugrást játszunk, és ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Ez én vagyok, igen. Hey, bocsánat, én lemaradtam, ne törődj vele. Sokan, mi a sok a szervezetünkben? Ami miatt a... Mit a dioxin. Igen, igen. És a... Hello, jó reggelt! Marika, sziasztok, szia Marika! Fiúk. Marika, sziasztok. Honnan hívsz minket? Halló! Szia! Halló! Itt vagyunk, Marika, hallasz? Itt vagyunk, mi itt vagyunk, hallunk téged. Szia Marika! Sziasztok, fiúk! Hogy vagytok? Jól, köszönjük, jó, köszönjük szépen. Szépen, csak ez a rohadt dioxin, tudod? Igen. Marika, igen. Honnan hívsz minket? Csányból! Csányból. A Dínyés faluból. Csányból. Jól van. Mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol? Hát most szabadságban vagyom is, kicsit rendezem a lakást, meg hát a kinti kerti munka, mert kettes házban lakunk, aztán tudod, mindig jó a munka. Hát főleg ősszel tudom, igen, ilyenkor az ember aztán tud mit csinálni, ha szeret a kertben ténykedni, akkor azért ilyenkor van munka bőven. Igen, jó, mikor volt utoljára, Sanyi? Tessék? Sanyi, mikor volt utoljára otthon a Sanyi? Nem Sanyi. Hát a Csány... Nem, a Csányi Sanyi. Sanyi. Jaj, jó, fiú, borzasztóak vagytok. Beteg vagy. Na, a dioxin. A dioxin, igen, jön belőlem. Oké, okay, Marika, figyelj, belevágunk, jó? Legyél ügyes, jó. Így szól az első kérdés dedikált Morning Show-s Klassz FM-es egér alátétér. Igen. Nyakbakasztó. Hány óra az időeltolódás Magyarország és Johannesburg között? Hát fiúk, gondolkozom egy kicsit. Szerintem nem lehet eltolódás, mert akkor nem beszélgethetnénk. Így van! Az, de jó van! De helyesen fejtetted ezt meg egyébként, ha lenne időeltolódás, akkor is beszélgethetnénk, csak mi vagy ti más időben kelnétek, leginkább mi alkalmazkodnánk hozzátok, ahogy lesz is majd, de most nincsen. Majd amikor ti visszaállítjátok az órát, akkor lesz egy idő, egy óra időeltolódás, de ugyanúgy fogunk beszélgetni, csak mi más időben kezdünk. Igen. Jól van, ez azt jelenti, hogy megvan az első ajándék, ügyi vagy? Nem hiszem el. Így szól a második kérdés. Mehetünk? Igen. Hány fia van Baradlai Kazimírnek a Kőszívű ember fiai című gárdonyi műben? De szép kérdés. Jaj, de jó. Igen, ödön.
Hát nem tudom, hogy kettő vagy fiú, három, hát azt nem tudom. Öder. Hát kettő. Három. Ez a Gárdonyi mű, ezt kiírta ide, hogy Gárdonyi mű. Ja, igen, igen, igen. Azért mondom, okay, a Gárdonyi mű az Jókai mű, nem? Már hogy... Jani, kit akarsz ezzel a kérdéssel összezavarni? Nem, az egri csillagok volt a fejemben, bocsánat, nem természetesen. Azért mondom, a Gárdonyi mű közű nem. Ember, figyelj, nekem kicsit bocs, igen, jó, igen. Ebben az esetben viszont én megadom. Kialvatlanság, igen, igen, mert hogy a Gárdonyi műben kettő. Így van, meg én megadom. Rossz kérdés, megvan a válasz. Tök igazad van, mekkora mákod van egyébként. Gyerekek, igen. Mekkora mákod van, hogy nem aludtam tegnap egy percet sem. Igen, Jani kicsit fáradt, Marika, ne törődj vele, ugye hát Gárdonyi műt kérdeztünk, de hát Jókai műről van szó értelemszerűen. Úgyhogy... Olvastam, de mi értelme volt? Úgyhogy mi hibáztunk, igen, úgyhogy te viszont ezt megkaptad, jó? Igen. A harmadik kérdés szerintem egy picit nehéz, lehet, hogy érdemes lenne megállni, a rám hallgatsz, ha gondolod, és van benned kalandvágy. Neki mehetünk, ahogy érzed. Hát én inkább megállnak fiúk, mert biztos, ami biztos. Elviszed a fix nyereményt. Igen. Jó, szerintem nem egy könnyű kérdés egyébként. Lehet, hogy jobb döntöttél, ha esetleg Jani átmenti holnapra, meghallgathatod, ha majd bátor a hallgató és tovább megy. Szerintem ez most egy jó döntés volt. Úgyhogy ügyes vagy, megvan a dedikált nyakbalkasztó, dedikált egérrel látét Klassz FM-es Volnics. Köszönöm szépen, nincs dedikálva, ugye? Dehogy nincs. Dedikál, vagy ne legyen? Dedikálva van. Dedikálva van. Jaj, de örülök neki. Azt kérdezte, hogy és dedikálva, ugye? Igen. Abszolút, igen. Küldjük neked, Marika. Ciao. Köszönöm, és jó. Szia, szia. Tovább szép munkát nektek is. Jó időt és biztonságot. De drága vagy. Köszönjük. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra te is. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van, 2 perc múlva pontosan 9 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. A reggel is kivet az ágy, a már a csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt, 13 perce, jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, jó messze vagyunk tőletek, de lélekben, reméljük témákban, közlekedésben, mindenben ott veletek. Trafi Dubicsány belterületén Putnok felől érkezőket mérik, Papa Maci üzente nekünk. Aztán kamion az árokban a 6-os úton a 27-es kilométernél, Sanyi Papa, Szambora az Isten a világ végén is, írta nekünk Ede, ez ugye nem közlekedés, de köszönjük szépen. Az Erzsébet fasor teljesen áll a Szent János kórház felé, aki tud kerüljön, 5 perc alatt 2 méter a haladás, én kerülnék, de nem lehet, buszt vezetek, küldte nekünk István. Van egy trafi az M3-as 143-as kilométernél Pest felé, szerintem ez is egy fix trafi, viszonylag minden reggel ott vannak. És a Kis-Duna hídon van egészen pontosan a baleset az M0-áson, méghozzá egy nagyon nagy baleset, és a Kis-Duna hídnál teljes útzár van a nulláson, ott a mentőhelikopter is, hatalmas baleset van, úgyhogy hát azt valahogy próbáljátok elkerülni. Az M5-ös Szeged irányában 63-as kilométernél a belső sávban 2 autó totálkára tört, még nincs helyszínelés, kezd torlódni, üzente nekünk Hoci, és van egy trafink a 2A-n, a Dunakeszi lehajtónál Vác felé a hídról, ráadásul csak a kamera van kint, úgyhogy nehéz őket észrevenni, ezt Pumukli küldte nekünk. Köszönjük szépen! A Bakony-Szentlászlói elágazásnál is történt egy baleset, és az idős férfi gépjármű vezetője eszméletét vesztette, ez Veszprém megyében van, ott is mindenki menjen lassan. De mennyire igaz egyébként tényleg, hogy vannak napok, amikor semmi nem történik. Érzitek az SMS-ekből, hogy a front, a telihold, hogy azért itt van valami olyan együttállás, ami azért így mindenkit így kicsit irányít, meg befolyásol, és aztán egyszer csak 3-4 olyan komoly nagy baleset, ahol útzár, mentőhelikopter, eszméletvesztés, tehát hogy lehet azért ebben valami, nem, hogy így együtt reagálunk ezekre, mert aztán napokig
Hát nyugalom van. Lehet, hogy csak szerencsétlen véletlen az sora, is, az nem? Is lehet, az is lehet, vagy egy telihold, egy bolygó együttállás, nem tudom. Minden esetre ma nagyon érezhető, hogy kicsit tényleg mindenki menjen óvatosan, mert nagyon sok baleset és nagyon sok komoly baleset. Ráadásul az M5-ös Szeged felé vezető oldalában Lajos Mizse előtt egyébként a belső sávban az az autó, szemben a forgalommal, ami feltarthat mindenkit, ezt béküldte nekünk. Köszönjük szépen. Mikor főzöl valami otthon itt? Nem akarsz mielőtte hazamész itt hagyni nekünk egy... Majd otthon főzök. Majd én otthon főzök. Gyerekek, egyétek meg, amit megfőztetek. Aki úr a pokolba is úr. Ti akartátok ezt az egészet, meg az RTL, úgyhogy csönd legyen. Csak elmaz, csak úgy, tényleg így vagyunk most már egy hete, hogy nem tudom, hogy valamit mielőtt elmentek, nem ritkán tesz össze egy húslevest, csirkepörköltet. A lepedőn kívül. Valamit főzzél már. Hát ha le lehet menni a konyhába, akkor szívesen megszem, és akkor lefagyasz a kis dobozok föliratozva, két személy vega Janinak én. Is. Én hozok ilyen Mirelit, spenótot, meg sóskát, nekem csinálsz egy sóskát, egy spenótot, fölhívod a materomat, hogy csinálta, jó sok fokhagymával. Jó sok fokhagymával, igen. Egy finom főzeléket, azt mondjuk ne nekem, utálom, te szereted? Imádom. Tényleg? Na, akkor imádom. Janinak, és akkor egy dobozokba hagyjál már. Mondjuk én már mindenek örülök, hogyha nem párol zöldség. Megör is. Igen. Na, mondtad, hogy találtál egy érdekes dolgot. Gyerekek, hát kapaszkodjatok meg, a következő a helyzet, hogy ugye mi a három kultúrára és versekre nyitott férfi egy olyan dologba fogtok most belefutni, ami a 9. osztályos magyar nyelv és kommunikáció tankönyvben van benne. 9. osztály, ez ugye akkor 15 évesek gyakorlatilag, tehát ez gimnázium első megfelel meg a mi régi szocialista agyunkban, a Jani valahogy te szoktál volt fogalmazni. Neked már nyilván mond ez valamit, hogy 9. osztály, nekünk ez még ugye a gimnázium egyes. Lackfi Jánosnak hívják a költőt, és állítólag ő egy nagyon népszerű, nagyon komoly művekkel rendelkező fiatal ember, aki belekerült a 9. osztályos magyar könyvbe, idéznék a versből, szeretném, hogyha segítenétek rajtam, mert én nem értem. Egyrészt azért nem értem, mert már 44 éves vagyok, ez fiatalok nyelvezetén íródott. A feladat a következő, milyen jellemző képzőket használ Lackfi János Véletlen című versében? Így kezdődik. Ja, hogy ez egy konkrét feladat volt, igen. És beletettek egy olyan verset, amiről most megy a vita, hogy odaillik-e tulajdonképpen? Így is van. Na, elolvasom nektek a verset, tehát mondom, ő jellemző képzőket kell, hogy keressen a gyerek az iskolai tankönyv szerint. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Kukisali parival az étrendem, szolimoci tekila az én trendem, koviubi pörivel a kedvencem, lekipali csokival jaj vétkeztem. Ez csak a fele volt a versnek. Hogy, nem akarlak tovább terhezni, vagy terhelni. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Akkor ezt legyetek olyan kedvesek, fordítsátok már le nekem magyarra. Csomízom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedtem. Aha, szóval, hogy tetszik nekem a saját testem. Hol van ez, hogy tetszik? Hát csomízom. A csomi, nem, azt szerintem a csomízom, az csomagolom. Ja, csomagolom. Csomagolom ruciba, tehát ruhába öltöztetem a testemet, gondolom. Igen? Én. Igen, mi a második sor? Tini bugyi gumia bemélyedtem. Aha, tehát akkor én egy tini lány vagyok, aki éppen öltözködöm fel. Igen, és ilyen spagetti pántos bugyit hordasz. Szerintem is az bemélyed a vájadba. A kukisali parival az étrendem, szoli moci tekila az én trendem. Még akkor ezt legyetek szívesek, aztán én elengedem. Milyen? Kukisali parival. Kukoricasaláta paradicsommal. Hey! Igen, az étrendem jó. Szoli moci tekila az én trendem. Aha. Tehát, hogy szoláriumozom, igen, motorozom és tekilát iszom. Aha. Aha. Na most az a kérdésed, és akkor egy kicsit lehet, hogy ez kapcsolódik bármint ez a téma a 7 órai nagy vitánkhoz, de nem baj egyébként szerintem, hogy illik-e egy ilyen vers a 9. tankönyvbe, kell-e ezzel nekik szembesülni, hogy jó ez, vagy hogy miért nem adit kapnak mondjuk elemezni? Erre gondolsz? Gondolom a szülők egyrészt ezen áborodott fel, hogy mi a fenét keres egy ilyen vers, aha, ugye? A tankönyvben, és hogy miért nem a hagyományos dolgokat elemzik, és mit a Jókai Babits dolgokat hoznak nekik, amiket lehet elemezni, hogy illik-e oda? Amiket ugye nyilván, ha te vonalodon megjutam. Nem, csak a kőszívű ember fia, és igen, csak a baradlai. És a kicskereső. Ezek, amik. Igen. Ez egy modern vers, én utána néztem a dolognak, a költő nem könyvbe szánta, már úgy nem tankönyvbe szánta, ő gyakorlatilag egy paródiát írt, hogy a mai beszélt nyelvünk, amiben ugye nagyon sok rövidítés van, erről is beszéltünk már a kafa, frankó, meg akármicsoda, azt, hogyha ennyire töményen használod, akkor az értelmezhető-e? Mm-hmm. Vajon, hogy most ez kell, vagy nem kell egy tankönyvbe, az nagy kérdés. Szerintem, igen.
Na, megint veszekedni fogunk. Szerintem nem. Szerintem marhára nem. Szerintem nagyon. Szerintem nagyon. Te kezded, vagy kezdjem? Mert után verekedni fogunk. Szerintem azért nem, mert ez pontosan az a nyelvezet, amit a hétköznapokban is ezek a diákok használnak. Hogy fogsz te értelmezni olyan verset, hogy miért kéne értelmeznek, hiszen minden sorát érted, nap mint nap használod ezeket a dumákat, ezeket a, ezt a szlenget gyakorlatilag, amiből íródott a vers. Tehát gyakorlatilag semmiféle elemzés nem történik, egyszerűen csak elmondod séróból azt, amire nekünk mondjuk így hosszas töprengés után kellett rájönnünk így 45 felé. Uh-huh. Értitek? Tehát akkor mit elemeznek? Hát nem tudnak elemezni. Én ezt nagyon máshogy gondolom. Én nagyon örülök, amikor például az irodalom végre kezd olyan irányba elmenni, vagy az oktatás, hogy modern dolgokat emelnek be. Tehát amiről pont 7 órakor beszéltünk, de kicsit folytatva azt a vitát, tehát amellett nyilván, hogy ők Adit elemeznek, ha ez egy paródia és bemutatja, hogy ők egyébként milyen nyelvet beszélnek, és tényleg 160 karakteres nyelvet használnak, így fogalmaznak, hogy ez most jó vagy nem jó, ez megint egy kérdés, szerintem nem jó, nem tudnak rendesen írni, fogalmazni, beszélni, más eszközöket használnak, más nyelvezetük van, ez teljesen egyértelmű. Ez nem biztos, hogy jó, nem is fognak talán olyan választékosan beszélni, mint mondjuk az ő szüleik, de ahogy a nyelv egy élő dolog, ahogy az változik, változott a mi korunkban, változik az ő korunkban is. Szerintem azért jó, hogy egy ilyet beemelnek, mert sokkal szívesebben elemez egy tizedikes gyerek egy hasonló verset, ami megszólítja, amire reagálhat, amit felismer, amit tud, mint hogy elmondják, hogy nem tudom, mondjuk József Attila óda, és akkor elemez nekem az ódát, és akkor szeretlek, mint mélyüket a hallgatak vermek, meg nem tudom, mint fényt a nem tudom. Érted? Tehát, hogy és ott ül a gyerek, és elemzi, és próbálja, és nyilván kell, hogy olvassa József Attilát, de nincs ezzel baj. Tehát, ha ilyen irányban nyit az oktatás, hogy ezeket bemerik emelni, meg be tudják emelni, tök jó. Hát miért ne elemezzen egy ilyet a gyereket? Hát ez az élő nyelvük. Ezt használják most. Tetszik, vagy nem tetszik. De jobban ennyire, felkapja rá. De nem is. Nem, hát ez egy paródia nyilván, tehát gondolom, hogy ez a kikarikírozása annak, amit ők valójában használnak, rövidítve beszélnek. Érted, pont erről beszéltünk a múltkor. Ó, de pró. Ezt mondja a gyerek. Hát a hajam feláll. Hát megőszültem abban a megszólásban, amikor elmondtad, hogy a virág ezt már így nyomja. Ú, de pró. Professional, profi vagy, érte, hú, de pró. Hát a Beni először ilyet mond, hát biztos, hogy betérdelek. Mi van, mit mondta? Beszélj már rendesen. Mondanád szülőként, hogy beszélj rendesen, aztán rájössz, hogy most vagy leneved erről, vagy megpróbálod megérteni az ő nyelvét, elfogadni, és egy kicsit jobban te asszimilálódni a saját nyelvében, mint hogy azt mondod, hogy tessék helyesen választékosan beszélni, nyilván fontos, de az ő nyelvét a fiatalokkal, ő azt fogja használni. Te nem támasztod alá a slendriánságot ezzel, hogy még nem itt gondolom, nyomod, hogy slendrián. Az, hogy csomizom a ruciba a habtestem, tulajdonképpen ezt már más... a nyelvi slendriánságot, érted? Vagy aha, egy picit a modernet, amiről már mert mondtuk, hogy mindig ráadásul egy naponta változó, kis túlzással egy naponta változó nyelvezetről beszélünk, igen, mert ennek a slangnek a nagy része mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva már elavul. Hát igen, de hajlamosak vagytok szerintem az oktatást egy kicsit úgy túlértékelni, hogy a gyerek elolvassa egy ilyet, és akkor már biztos így fog beszélni. Dehogy is. A gyerek elolvassa ezt, és lehet, hogy így is beszél. A gyerek úgy beszél, amit hoz otthonról, a gyerek úgy beszél, amilyen könyvet kap a kezébe, a gyerek úgy eszik az asztalnál, ahogy te eszel az asztalnál, a gyerek azért olyan irányba megy, amit te mutatsz meg neki, nyilván nem irányítani akarod, hanem felkelted az érdeklődését. Tehát szerintem ezzel semmi baj. Ki kell lépni ebből a nagyon-nagyon-nagyon régi módi, poroszos, Adi, Babics, Jókai, Baradlai ödönféle körből, nem ismételve magunkat is a 7 órás megszólást. Én nagyon örülök, ha ilyet látok, vagy ha a Beni tankönyveiben majd ilyet látnék, hogy elemez egy Adi, de nézzük meg egy ilyen verset, hiszen kortárs, mondjuk hiszen játékos, irodalom, tehát a játékosságot azt nem lehet tőle egyébként elvitatni, és az nekem nagyon szimpatikus benne, az nem tudom, hogy a magunknak, a diákoknak lejön-e, hogy azért ebben rengeteg irónia van. Persze, hát ugye saját tapasztalatunk, és az, hogy azért az iróniát nagyon sokan nem érték. A Fatim is a műhelyben, vegyi gyümi üviben a Sparhelten, depizik a Szaniban a Muterken, dobicigi dugiba a farzsebben. Uh-huh. Dobicigi, a dobicigi? Dobicigi? Hát azt gondolom a dobozos cigi, nem? Mi van? Dobozos. Hát mi más lenne? Hát csak te vagy a fiatal három közé. Értem, még azt legyen. Balázs érti, Feri szívja. Dobi, mondom, mi az a dobi? Könnyi szívi, ne hari, ha tévedtem, Liki-Lötyi pasival azt végleg nem, vidik az izacsiban a víkendem, csörizi a telimet a véletlen. Na, ez a véletlen. Jó, a vegyi gyümölcs, érted, a vegyi azt gyümölcs, értettem. Tök jó. A Sparheltet, én még a Sparheltet is értem, tudod? Uh-huh. Viszont ott azért megbicsaklik egy kicsit a dolog, hogy vidik az izacsiban, hiszen azért ez egy elég régi történet már. Én már nincs nekik olyan. Nincs ez, egyébként nem hiszem, hogy így beszélnének. Tehát, hogy azért nem mekkora a baj. Szülői felháborodás van ebből, igen, hogy óriási, mit keres hogy ez mit keres benne. A tankönyvben. Igen. Nem ettől
fog a gyerek elromlani. Nem ettől fog rondán beszélni. Hát mi van, ha ettől jön meg a kedve olvasni, vagy elolvas ettől az írótól, költőtől, műfordítótól még két dolgot, érted? Hát nem kell szerintem. Lehet, hogy itt ennyire... a tini bugyi gumival van baja az olvasó. 13 de nem évesen tini bugyi gyerekek, 12-14 évesen aktív szexuális életet élnek. Hát ne dugjuk a fejünket a homokba. 13-15 évesen kíváncsi egy kutatás, hogy a fiatalok hány százaléka szűz. Még mondjuk 15 évesen, nézzük meg, 10-12 évesen csókoloznak, randiznak. Hát felnőttek, nézd meg egy 12 évest, hogy néz ki. Jön meg egy Facebook randi, nem mondom, hogy jó, és nem igazolom ezzel ezt, de vagy felveszed ezzel a fordulatszámot, vagy azt mondod, hogy már pedig 20 éves leszel, mikor elveszed a szűzességet, nem fogod tudni megállítani. Annyira gyorsak, annyira korán érőek, hogy egészen más ez a generáció. Tehát szerintem nyitnunk kell nekünk is szülőként, és azt mondja, legyen benne egy ilyen a tankönyv, miért ne lenne, olvassák el, nincs ezzel baj. Szerintem nekem... legyen mellette egy adi, és aztán elemezzék az adit is, persze. Ha van nekik olyan, hogy munkafüzet, ott például tökéletesen el tudnám képzelni, feladatként, házi feladatként, nagy gyerekek, következőről van szó, mutatunk nektek egy verset, Lackpi János műve egyébként a történet, az a címe, hogy Véletlen. Arra szeretnék kérni benneteket, hogy a saját magatok által használt nyelven, a saját nyelvezeteken írjatok a holnapi órára egy verset. De biztos csinálnak velük és ilyeneket, nem? Tudom, én biztos. Nem tudom. Tehát, hogy ilyen, ahogy ezen a formában, hogy írjatok, hogy oké, jó, nem vérnász a zavaron, jó, felejtsétek el, ne Adinak a nyelvezetébe, a saját nyelvezetekben, azzal a nyelvvel, amit nap, mint nap használtok egymás közt, írjatok egy nem tudom hány strófás verset. Lehet, hogy ezt csináltak. És ez tök jó például, igen. Tehát ebben a formában el tudom képzelni. Mert az kreativitást fejleszt, érted? Tehát a gyerekeket kicsit közelebb hozza a versekhez, stb. Tehát úgy akár még működhet is. De ezen ugyanúgy zavarná a szülőket, most a fogalmazást íratnak belőle, mint a tankönyvben van. Tehát nagyon nem érzem, hogy a szülő megnyugodott. A szülőket a személy zavarja, aki mondja. Tehát most a szülő elolvas, ott van a tankönyvben, akkor nem örülök neki, ha fogalmazást ír belőle a gyerek, akkor örülök. Hát ha ott van, akkor mindegy, hogy milyen feladatot adnak a gyereknek, akkor szerintem az ugyanúgy zavarja. Tehát akkor attól a haja feláll az égnek. Na, itt van az író, ugye? Sikerült őt megszerezni. Lackpi János. Jó reggelt kívánunk, hello János. Jó reggelt, sziasztok. Csumi Johnny. Hello. Szépen olvastam fel a verset, nem tudom, hallottad-e. Nagyon szépen, igen. Az életen néha egy kicsit uncsi, meg illirombi, de az én ezen beszabehúztam. Figyelj, te tudtad, hogy ezt beemelik, vagy te is szembesültél vele, és láttad, vagy szóltak, hogy egyszer csak, hát figyelj, beemelték a versedet. Abszolút is küldték, szerződés, minden, tehát ez teljesen rendben volt ilyen tekintetben, és végül is lehetett volna, ugye ez egy nyelvtan tankönyvben benne van, azért ez nem egy mellékes árnyalat, tehát lehetett volna egy ilyen szószedetet, hogy hogyan beszélnek kedves gyerekek a mai fiatalok, szépen sorba szedik ugyanezeket a szavakat, lehet, hogy van rajta egy kis vihogás, de olyan nagy nincsen. Érdekes, hogy itten szerintem az ütötte talán ki a biztosítékot, hogy ez versbe van szedve, és a versek azok komolyak, és mondjuk, hogyha Arany János azt írta, hogy ki vagyok ilyen senki pál, egy fájógép, mely pipál, az ugye megint nem jó, nem passzol a tankönyvbe, csak hát Arany János nem lehet anyázni, meg ezt nem teszik be a tankönyvbe. Neked azért vannak ennél cifrábbak is, mert nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a hálózsák szavunk az például csicsizacsi mától fogva, tehát hogy azért az egy... Csicsizacsi, azért az mennyire király, már halálos baleset, halibali, és így tovább, szóval ilyen, ez nagyon-nagyon lazi történet. És azt is láttam egy helyütt, hogy ki van írva a halottak napja környékén a virágboltra, hogy halinapi koszikák nagy választékban. Ezt nem mondod komolyan. Komolyan. Pontosabban nem én láttam, csak szokás az embernek eltulajdonítani, Vég Attila költő kollégám. Úgyhogy ezek léteznek. Sőt, a zöldséges, a déli pályaudvarnál ott szegény hajléktalanok a kartonpapíron. 10 lépésre onnan ki volt írva, hogy csövikuki kapható. Na most úgy valahogy nem támad gusztája az embernek, olyan friss tegnap még kihimbálozott a mezőn. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a jelenségek vannak, most, hogy mennyire réteg jelenség, az egy kérdés, mert ugye ez egy ilyen csoportidentitást is fejlesztett, hogyha a plázában így beszélgetünk egymással, akkor könnyen lehet, hogy más ezt nem érti, és tényleg van is olyan foka, hogy nem lehet érteni. Na hát ez egy régi jelenség egyébként volt, ez az úgynevezett pesti fattyúnyelv az 1910-es években, és a Dunát Duncsinak hívták, a Lipótváros Lipinek, a Ferencvárost Francinak, tehát József Attila mondhatta, hogy megyek a Duncsihoz, a franciba, kész. Ahhoz képest milyen jókat. Igen. Neked egyébként van bajod a nyelv ilyenfajta használatával? Hát
lesz ez eléggé gusztustalan azért így hallgatni, csak hát attól még nem lehet azt mondani, hogy nem létezik. De nagyon sok minden van, amit nyelvileg nem azonosul vele az ember, meg kopásnak érzékeli, meg minden, de hát attól még létezik, sőt, hát ez már majdnem egy ilyen önálló nyelv. De én erre a versre azt szoktam mondani, hogy ez a jövőnek a nyelvemléke, mert hát mondtátok a vidikazit, ami benne van, ugye én ezt a 2000-es évek elején írtam ezt a verset, akkor még a vidikazi létezett. Na most már hát a CD is hiába lenne benne szinte, mert már az is inkább ilyen archaikus Bencsi dolog. Bencsi Drive-csi, azt kell mondani most. Csak nem így beszélnek. Ben Drive. Figyelj, ha már egyébként a 9 órás témánk egy kicsit hasonlít a 7 órás témához, mindenféleképpen meg kell tőled kérdeznem, hogy a közhívő ember fiai Baradlai! Egyet értesz-e velem abban, vagy Janiékkal értesz egyet, hogy nem baj, ha a gyereknek elmondod 10 percben, hogy miről szól, de nem biztos, hogy a külszívű ember fiaival kell a gyerekkel megszerettetni az olvasást, és vannak más alternatívák, amit a gyerek kezébe lehetne adni, és talán szívesebben olvasná. Mit mondasz erre? Nem tudom, hallgattál minket 7 órakor, volt egy elég komoly vitánk etéren, hát hogy mit olvasson a gyerek, mint kötelező. Még aludtam, tegnap is, tegnap előtt is fellépéseim voltak, úgyhogy eléggé ki voltam durranva, de magáról a témáról természetesen van véleményem. Nekem az a véleményem egyrészt, hogy miért ne adhatnánk persze kortársabb könyveket a diákok kezébe, azon érdemes elgondolkodni, hogy mit is, de vannak egyébként kortárs szerzőknek is, fiatalabb kortárs szerzőknek is nagyon emészthető, olvasmányos, fordulatos dolgai. Másrészt pedig vannak ezek a nagy alapmítoszaink, mint az egri csillagok, vagy ugye a őszívű ember fiai, és ezeket szerintem nem kell föltétlenül kidobni az ablakon attól, hogy az elbeszélés tempó megváltozott. Én ezekkel a rövidített klasszikusok történettel értek egyet, csak muszáj lenne olyan embereknek, tehát olyan írók kezébe adni, olyan írókkal átdolgoztatni, akik ezt megcsinálják nívósan szépen, mert nagyon-nagyon egyébként, hogyha a sztoriát megnézzük, hihetetlenül fordulatos, és nagyon értette ez, nagyon ravasz volt Jókai is, meg a Gárdonyi féle történet is egy nagyon izgalmas történet, hogyha mondjuk lehágyjuk egy részét annak a nyelvi patinának, ami rátapadt róla, mert hogyha az angolok meg tudják csinálni, hogy Jane Austen, meg Dickens, nem tudom én, 10 000 szóból, meg 20 000 szóból, meg 5 000 szóból is az Oxford English kiadásban létezik, hát akkor mi miért nem tudjuk? Hogyha nálunk kiadják a Robinsont, ugye rendszeresen senkinek nem kell elolvasni a teljes Robinsont, a teljes Don Quixote-t, hanem rövidítették. Na most lehet, hogy azért Defoe vagy Cervantes nem akkora írók, mint Jókai, de szerintem nála is el lehetne ezen a dolgon gondolkozni. És én láttam egy ilyen csetet, ahol a diákok a kötelező olvasmányokról beszélgettek, és valaki mondta, hogy te gyerekek, az egri csillagokról nincs egy összefoglalótok? De puk, ott de volt egy húszsoros. Egyébként erre volt próbálkozás. Ugye, azt mondja, jaj, ez hosszú, akkor nincs egy rövidebb, tak, ott volt az 5 soros. Szóval, most mondja senki, hogy... Bemegy, kimegy, török gyerek, visszaad. Körülbelül. Elfoglal, megvéd, hazamegy. Szóval lehetne növelni szerintem az aktív olvasók számát, és azokat a csodabogarakat, amilyen én is voltam, aki állatira élvezi, hogy a fele latin szót nem érti, de mégis milyen hangulatos ez az egész, úgyse fogja senki lepörgetni az eredetiről. Tehát az eredetit attól ki kell adni, azok az emberek el fogják olvasni. Hát lehet, hogy nem veszik meg karácsonyi ajándékba annyit a nagymamák a gyerekeknek, hanem az újat veszik esetleg, de hát az meg ugye már jogdíj úgyse jár Jókainak, úgyhogy szóval ez a... Igen, érdekes, amit mondasz, erről vitáztunk, igen, hasonlóképpen gondolkodunk. Jó, egyébként ez az egy került be tőled, vagy van még valami, ami... Hát az irodalomtankönyvekben van, csak azon úgy nem látok. Miért matek példát is csinálsz? Matek példákat is írok, igen, azt is persze. Meg egyébként azt se vetette a szememre senki, ebben vannak ilyen kis furmányok ebben a versben, hogy egy régi szanszkrit, meg egy régi görög versformának az összekombinálása, meg azért, hogyha valaki így elolvassa, akkor ez nem egy annyira szívderítő kis portré erről a kislányról, tehát ha komolyan veszük, hogy ez egy figura, akkor ez egy olyan... Hát egy alkoholista apával fog megáldva. Egy apa egy szanatóriumban pihegő anyuka, és akkor valahogy társkeresőzve próbálja, de még azelő is bezárkozik a videókazettájába. Szóval ez azért egy elég fanyar történet lenne, csak hát persze ilyen halál happy-n van megcsinálva, ahogy mondjuk a József Attila születésnapomra sekélyeké, meg mindenféle ilyen nyalánkságokkal, azért az is elég tragikus, ilyen érfelvágós vers, csak tehát akkorát röhögök azon, hogy mindjárt megdöglök, szóval ez egy ilyen klasszikus figura. Igen, érdekes elolvasni, vagy érdemes elolvasni az egészet, azért abból kiderül egy nagyon szép korkép is, ami egyébként jellemző, de hát ez egy másik
másik téma lenne. Jó, örülünk szerintem, örülni kellene. Örcsizünk, ilyenek... tünci vagy, hogy fölvesztiszed a telcsidet. Igen, hogy ez bekerül, hogy ilyen is van. Jó, jó ez szerintem, nem, nem baj. Igen, meg hát, hogy szenvedélyt kell. Oktatás. Igen. Szóval, hogy szenvedélyt kell az irodalom. Tehát, hogy vagy van, aki megvédett ilyen nagy kardoskodva, van, aki, hogy nézzétek meg az életre, van, aki megtámadott ilyen nagyon szenvedélyesen. Tehát a legrosszabb, ami az irodalommal történhet, az az unalom. Tehát, hogy jaj, de jó uncsi magyar óránk volt, az ember sárkány fog vetemény, meg minden. Érdekes volt, hogy fölkerült egyébként, szintén befényképezték egy az irodalom tankönyvbe, hogy hasadnak rendületlenül légy híve ó magyar, és aztán már elindult volna a troll hadjárat, és aztán akkor mind a kettőt, tehát ugye mellette volt a rendes szózat szöveg, és nagyon vicces volt, hogy ezt Arany János írta. Mint ahogy azt írta a Tóth Árpád, hogy egy gondolat bánt engemet lóverseny nélkül halni meg. Vagy, szóval azért ez is egy elég perspektíva, uh-huh. Vagy azt írta Juhász Gyula, hogy ha medve vagy, légy medves, ne hitván gyönge tót. Tehát, hogy ezekben a bolondságokban ezekben a bolondságokban azért mindenki kellően benne volt, és hát ez az élete az irodalomnak, hogy mindig kicsit tovább pörgetik, tovább írják más nyelvállapot, és így tovább. Szóval, hogy nem egy halott dolog az irodalom, és ez most kiderült, mert az emberek tényleg egymásnak rontottak, mint egymás vérét akarták kiontani, hogy ez vers miatt mikor történik meg a köznapokban, meg mikor néznek bele egyáltalán az irodalom tankönyvbe, tehát én nagyon örülök, hogy és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ezen morcoskodott, meg aki ezen felspannolta magát, mert történt valami az irodalom körül és ügyén. És ez jó, hogyne, persze, abszolút. János, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok ilyet, vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Lassú Jánosnak köszönjük szépen, hello. Érdekes dolgokat mondott egyébként sok szempontból, igen. Igen, sok minden egyezett azzal. Vagy azzal kapcsolatban, ugye, amiről 7 órakor beszéltünk. Na, jövünk mindjárt vissza, jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 9:30 múlt pontosan 7 perccel. Van egy friss közlekedési hírünk, még mindig hatalmas dugó van az M0-áson, ott a régi Dunahídnál, úgyhogy ezt próbáljátok elkerülni, mert nagy baleset, teljes útzár, arra senki nem tud most jelen pillanatban átjutni. Jó, ez nagyon fontos volt, mi pedig jövünk néhány perc szünet után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:40 lesz pontosan 2 perc múlva. Most jött egy jó hír, hogy megindult a nulláson a forgalom, egy sáv már halad, dugó még van, elég nagy, viszont már lehet haladni. Úgyhogy ha valaki arra tervezte az útját, akkor kis várakozással át tud jutni. A baleseten Vác felől Rétságon a lejtőnél, ahogy beérünk Fehér Skodából, mércsíznek. Ezt Laca Sziszter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszéltünk. Tegnap ugye elég nagy tűz volt itt Dél-Afrikában, és elmeséltük, hogy mi történt. Érdekes dolgokat tudtunk meg egyáltalán arról, hogy keletkeznek ezek a tüzek, mi ég pontosan, miért ég ennyire gyorsan az erdő, nem is tudtuk, és hogy néha ezek a tüzek hogy nem, ugye hát nem csak úgy maguktól jönnek létre, hanem valaki felgyújtja az erdőt, mert hogy érdeke fűződik hozzá. Elmeséltük, hogy mi történt velünk tegnap, és aztán Anna behozott egy nagyon helyes kis történetet, amitől aztán ugye elkanyarodtunk, ő szegényként csak el akarta mondani, hogy kapott egy szép pecsétet a gyerek, mert jól felelt, ugye? És aztán belementünk abba, hogy jó-e az, ha osztályozzák a gyereket, vagy nem, és elérkeztünk a kötelező olvasmányokhoz, és itt indult az igazi hajcívő, nem? Picit máshogy láttuk a dolgot. Igen, mi reálisan, te pedig hülyén, de mindegy. Igen, ugye arról beszéltünk, hogy mit olvasson a gyerek, ki mit adna a kezébe, jó-e az, hogy még mindig Jókait Gárdonyit olvasnak, kicsit egyébként csatlakozva a 9 órás témához, vagy pedig egy kicsit kellene már változtatni a kötelező olvasmányokon, és megszerettetni a gyerekkel az olvasást. Ezt máshogy láttuk, vitatkoztunk egy kicsit, ezt most újra megmutatjuk. 6 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, Anna, Csabi. Jó reggelt! Csabi. Jó reggelt, szevasztok! Hello! Látunk ám titeket! De az van, hogy mindig mutatjátok magatokat, a Jani meg a Balázs látszik. Mutassátok meg a Ferit, nem hiszem el, hogy ott van. Nincs is ott, tuti. Fordítsátok a kamerát a Ferire. Én nem vagyok már a konyhán. Feri már a legjobb barátaival, a szakácsokkal bandázik. Ott a Feri, szevasz Feri! Feri, őszintén láttam róla tegnap egy fotót, ahogy ülsz ott a Gyuszi mellett. A Gyuszi remélem ezt nem hallja, nagyon vékonynak tűnsz mellette. Eszel te ott rendesen? Hát ez az igazság. Egyébként én eszem, az a baj, hogy a Gyuszi is eszik, de ő nagyon sokat, tudod. Bár tegnap elkezdte a fogyókúráját, azt mondta, hogy este már nem akar enni, úgyhogy csak egy nagyon kevés kis gnú húst nyomott be, de jól van, még él. Gnú hús. Igen, az a mellé kell állni, és akkor sovány vagyok. Igen, mi újság, Csabikám?
A Jani azt tud enni rendesen? Mert tudom, hogy neki azért ez nem egyszerű. Persze, még van 8 fogam. Fent, 4, lent, 4. Működik. Beszéltünk erről, nem akarjuk magunkat ismételni. Nem, a Bega kajával vannak kihívások, szegényként rizsen és salátán él, de egyébként egészen kezd kitisztulni a bőre, élesebb a látása. Jól bírja. Mi van otthon, inkább azt mondjátok, voltál-e futni, milyen a Margit-sziget, megy az 50-es villamos, jár-e a metró, minden hírre egyre jobban ki vagyunk éhezve. Mi van otthon? A Margit-sziget és az 50-es villamos nem változott, viszont az nagyon-nagyon igaz, amit mondtok, hogy a telihold az rettenetesen befolyásolja az embereknek a működését. Meg vannak őrülve konkrétan, beleértjük persze magunkat is. Hihetetlen, tehát egyre nehezebb közlekedni például a városban. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy a telihold az most nálatok is telihold? Tehát ugyanazt látjátok ott? Pontosan. Igen. Itt is telihold van. Mondták, hogy valami vérhold van meg, nem tudom. Tehát, de komolyan, tehát valami rettenetes. A véres nem volt. Nem volt? Jó van. Ázsiában van egyébként. Szóval nagyon kemény a helyzet, igen. Kicsit le kell nyugodni. Erről beszéltünk, hogy milyen érdekes, hogy napokig nem történik semmi, aztán megérkezik tényleg például egy bolygóegyüttelás vagy a telihold, és olyan balesetekről kaptunk hírt, ami ezelőtt pár napig egyáltalán nem volt. Hihetetlen sok baleset, belecsúszás, útlezárás, mentőhelikopter, igen, nagyon sok baj van most az utakon. Na hát ez jól van. Ugyanez mi is érezzük, mi is érzékeljük. Remélem, hogy ott azért a közlekedésben nincs gond ott a szobák között. Tehát, nem találkoztam semmivel. Az utakon már annál több érdekesen értelmeznek bizonyos körforgalmat, jelző, lámpát, stop táblát, vannak ezzel problémák. Hívjuk a naphallgatóját, jó, drága Anna, látom, hogy ott vagy. Direkt csörgessük meg. Már érdekes, előre ide jó az új haja. Igen. Igen. Jól áll neki. Voltál futni? Na nem. Majd holnap megyek. Na nem. Tenisz? Nincs senki. Magányos vagyok. Morning Show! Az bizony! Hey. Jó reggelt, hello, nem jó írtad reggelt, alá. Jó reggelt, Laci vagyok. Laci, nagyon helyes volt az SMS, amit írtál. Ugye részben 9 órakor, de nagyobb részben inkább 7 óra után beszéltünk arról, hogy mit olvasson a gyerek. Máshogy láttuk, ezért volt szerintem izgalmas a téma. Nyilván egy kicsit szülőként mindenki máshogy gondolja, de te lezártad, összegezted a mai 3 órát, amit tulajdonképpen ezzel a témával foglalkoztunk, és azt írtad, a legjobb olvasmány az Egri csillagok háborúja. Nagyon szeretjük. Minden benne van, a múlt, a jelen, a jövő, mert hogy készülnek az új részek, tehát nagyon-nagyon szépen foglaltad össze tulajdonképpen, hogy miről is szól az irodalom. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Régóta a pályáztál rá? Hallom az örömöt. Régóta szerettél volna? Igen. Milyen napi 1-2 SMS-t szoktam írni. Igen. Örülünk, hogy így örülsz, és küldjük is neked, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, és vigyázzatok magatokra. Vigyázunk, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, szép napot neked. Hello, sziasztok. Csabikám, remek zenei lesznek? Örülök, amit mondasz, hogy jön az Egri csillagok folytatása. Én pedig hozom az Intim Torna Illegál. Vártam már nagyon, hogy mi lesz Humor Jackkal. Intim Torna Illegál az egy különleges jelenség, ugye a Kistehén tánczenekar ketté oszlott, és belőlük a kiszállt tagokból alakult meg ez a csapat. Én azt hittem, hogy ők viccelnek, tehát már a nevük is az. De nem, annyira komolyan gondolják, és megtöltenek minden koncerttermet, ahova mennek, és bebizonyítják azt, hogy egyetlen egy jó refrém bőven elég ahhoz, hogy valaki sikeres legyen és lágert írjon. Az Örökké című dalnak olyan refrénje van, hogy magatok alá fogtok csinálni ott. Hallgassátok meg. Ebben a szobában így erős lesz, inkább elmegyünk a saját szobánkba, és ott fogjuk ott csinálni. De előtte bepelenkázzuk magunkat. Igen. Jól van, vigyázzatok magatokra. Jó, Csavi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, puszi, sziasztok! Hello, hello. Holnap érkezünk 6 órakor. Ciao. Sziasztok! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül élőben. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikába!